mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. A mindenségét neki. 6 óra múlt 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, ha ilyenek támogatnak minket, akkor valóban pörögnünk kell. Köszönjük a bizalmat. Jó reggelt mindenkinek. Újra itt vagyunk egy hét után. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok. Jó van, még ismerem a gombokat. Nem sikerült annyit innom az elmúlt egy hétben, hogy ne felejtsem el ezeket a dolgokat. Viszont máshogy szólunk egy kicsit, de hát majd. Vagy csak az én fülem állítódott el. Belement valami biztos. Belement egy kicsit valami. Igen. Na, hát gyerekek, nem volt könnyű felkelni. Hát gyerekek? Jaj, gyerekek miatt kell dobnom. Igen. Hát gyerekek miatt. Ezt most még megúsztad. Azt változtattam, egy hétig gyakoroltam, úgyhogy már nem gyerekek lesz, vagy jaj gyerekek, hanem hát gyerekek. Pedig már elindult a kezem a kis malac felé. Itt van a malacunk? Persze, természetesen itt van. Jó, és lemértem a patika mérlegünkön, úgyhogy nem vette ki az utóbbi időben belőle semmit. Hát elrejtjük a vért. Ízzál malac. Hízik a kis malac, hízik, de tényleg talán az az oka, hogy elvisszük magunkkal, nem? Vigyázzunk rá. Igen. Na, hogy telt a szabadság? Irgalmatlan jó volt nekem, hát Jánosnak az elejét tudom, mert értekeztünk hétfő este, olyannyira, hogy ugye te elmondtad, hogy orsövény műtéten vagy, írtam, mondom, dobok egy SMS-t, hát a kollegialitás, érted, nem zavarom meg, de írok rá, írtam egy SMS-t, 2 nap múlva jött a válasz, Szabi. És írtam, hát, nem a Szabi, azt mondja, fogalmam nem volt, hogy hol vagyok. Fogalmam nem volt egy napig, de olyan édes volt, figyelj, kohiba szívar van az orromba, hagyjatok békén. Én imádtam a dolgot. Nagyon jó. Jó vagy? Minden oké? Jó vagyok, de tényleg igaz, hogy egy napon keresztül azt sem tudtam, hogy hol vagyok, meg mit csinálok. Tehát fogalom nem volt. Molinak olyan üzeneteket írtam, hogy gyakorlatilag elolvashatatlanak voltak. Tehát hogy megírtam neki a kis MMS-eket, a kis Viber üzeneteket, a kis SMS-eket, mert még beszélni még most sem tudok. És nem lehetett őket elolvasni. Ezek voltak az üzenetek? Anya. De az altatástól, vagy mitől? Az altatástól. Rettenetesen zavart voltam még az altatás után, és mindenkinek ugye írogattam a válaszüzeneteket, mindenki érdeklődött, hogy hogy vagyok, hogy sikerült a műtét, mi a helyzet, és az üzeneteket aztán úgy leszik, hogy kódoltam valami idegen bocsi nyelvre talán, és ők nem tudták nagyon megfejteni őket. Úgyhogy vicces volt nagyon a történet, és utána azért még egy darabig nem nagyon tudtam, hogy miről van szó, de ugye egyébként az elején kezdjem, ugye rengeteg olyan SMS-t kaptam, meg üzenetet kaptam, meg tanácsot kaptam azoktól, akik már megcsináltak ezt a műtétet, vagy ismernek valakit, aki már megcsináltatta. Így szét fogják vésni az arcodat, ilyen monokliaid lesznek, ilyen duda lesz, olyan fájdalmaid lesznek, megőrülsz, hagyd a francba az egészet, jobb, mint hogyha... Nem éri meg. Igen, így van, nem éri meg, ne csináltasd meg, nekem semmit nem változott, jobb, ha megnyúzatod magad, az is kétszer jobb benne, stb. És hát ehhez képest, srácok, hát ez 21. század. Endoszkoppal? Vagy endoszkopos. Már nem kalapáccsal mennek, nem, semmi ilyesmi nem volt. Endoszkopos műtét volt. Alulról. Molnár G. Etelka végezte a műtétet, és gyakorlatilag most ezután a következő ilyen kis regenerációs folyamatokat is még ő kezeli. Nagyon szépen köszönöm neki, mert egyszerűen vérprofi. Arany keze van Etelka asszonynak. Etelkának hihetetlen jó keze van. Na, az a jó. Iszonyatosan ügyes. És hát nagy meglepetések nem voltak a műtétben. Ami meglepetés volt, azt én szereztem nekik, mert azt mondta Etelka, hogy olyat még az ő 10 éves aktív pályafutása során nem tapasztalt, hogy valaki kiszedte volna a műtét után a tampont az orrából. Ugyanis bementem, műtét után felébresztettek, és az volt az első dolgom, hogy bementem a fürdőszobába, és elkezdtem kihúzni az orrot. Az nem szokott itt az lenni. Szokott, és akkor mondták, hogy azt lehet, hogy nem kellene. Az lehet, hogy nem szerencsés. Aztán beraktam helyette ott találtam egy ilyen kis múllapot, és betököltem helyére. És így az Etelka nem hitt el, és azt mondta, hogy ha még egyszer valaki meglátja, hogy elindul az orron felé a kezem, abban a pillanatban szíjazzanak le, nyugtatózzanak le, haltassanak vissza, stb., mert hogy ilyen nincs, ezt nem lehet megcsinálni, ugyanis ilyenkor lefejtik gyakorlatilag az orr nyálkahártyádat az orrsövényedről, és azt szépen visszaigazítják. És azt mondja, hogy ő fél órát gondolkodik csak azon, hogy hova kerüljön vissza az a nyálkahártya úgy, hogy később ne legyen például ott egy lyuk. Hogy aztán ne legyen minden levegővételre lesz. Nem hangzik túl jól. Átszelel a két rész. Pontosan így van. Azt mondja, hogy ő még ilyet nem hallott.
Én nem tudom, hogy miért csináltam. Mert egy bátor férfi vagy. Azzal le voltál tépve az altatásztal. Igen. Én is azt mondtam, hogy totálisan zavart voltam. Én nekem voltak egyébként ilyen foszlányok. Jobb, mintha mesztelenül sétáltál volna a Blahám. Szerintem nem jobb. És olvasói riporterek 10 000-ért adták volna el a képeket bulvár újságoknak. Nem jársz messze egyébként a valóságtól, mert hogy volt egy olyan kis mozzanat az altatás utáni időszaknak, amiből emlékszem foszlányokra. Például emlékeztem arra, hogy elmondtam az altatóorvosnak, hogy kiesettem a nővérkék közül, és jó, hogy kit hozzanak le. És én úgy emlékeztem, hogy ez csak egy álom volt, de aztán mondták, hogy nem. A szőkét. És már lejött hozzád aztán. Mondták, hogy nem, röhögtek rajta, nagyon röhögtek, és azt mondták, hogy egyébként minden egyes kérdésükre jól tudtam válaszolni, meg hogy jópofáskodtam is, és mondom, de ugye nem azt jópofáskodtam, hogy ki az esetem, és hogy kit hozzanak le ide az ágyban. Nagyon menő. Ez igazán menő. Ez igazán hogy... altatva, kicsit betépve, azt szőkét a mini szoknyába. A feketére tippeltem. A fekete kis alacsony, nagy melű. Hát ő nagyon, nagyon jöhet. Úgyhogy ez a része. Ez menő. Ez mókásos siker. De mondom, 2 napig volt rettenetesen kellemetlen, mert tényleg, ahogy Ferénk is, mint hogy 2 kohibaszívat betöltöttek volna egészen a nyúlt agyamig, és az borzalmas volt meg, amikor ezeket eltávolították, de utána 6 napja nem fújtam semmiféle orszprét, amit én azelőtt körülbelül Belőled éltek a gyártók. Én akár lehettem volna az arca is. Nem is tudom, miért nem kértek föl még, igen. Most komolyan, tehát hogy minden zsebemben volt egy orszpré, 6 napja nem fújtam semmit, most olyan jó az orrom, mint abban az időszakban, amikor fújkáltam, és azt mondta a doktornő, hogy ez folyamatosan javulni fog még. Úgyhogy új ember tért vissza, új orr, új szelek. Az jó, és az illatokat is jobban érzed? Igen. Jobban érzed az illatokat? Sokkal. Egyébként az borzalmas volt, hogy jaj, mit akarsz enni? Beteg voltál, gyógyulsz, amit csak akarsz, milyen édességet, milyen főtét, milyen sültet. Én bármit tettem, semmiről nem éreztem semmit. Olyan volt, mintha ilyen űrhajós kajakat töltem volna magamban, ilyen ízetlen gyakorlatilag. Csak az állagát éreztem az ételnek, ez 2 napig egyszerűen borzalmas volt. Majd jobb lesz. De jön a javul az akkor folyamatosan. Jönnek vissza az ízek. Na jó van. Örvendezünk. Hát uraim, eljutottam életem első kis Grofó koncertjére. Na milyen volt? Jó volt? Akkor neked se volt sokkal jobb, mint nekem. Figyelj, nagy fesztivál volt Velencén, 3 napos, és akkor átjártunk a srácokkal, és valami oknál fogva, ezt már meséltem nektek, Panna lányom beszerezte magának fejbe a nézését meg a járását kezdetű világsláger, amiből egyébként most olvasom, hogy nagy per van, hogy kié a dal. Mert Fási Ádám okosan bejelentette, hogy ezt tulajdonképpen ő írta. Uh-huh. Egy apró hiba van csak, hogy Bartók Béla már a 900-as évek elején ezt gyűjtötte ezt a nótát. Nyilván Fási úr ott volt ennél a pillanatban. De a Fási családtól gyűjtötte. Ja, lehet tényleg, nem, hogy ők megírták és begyűjtötte. Ezt a nézését és a járását nyomja a Rakoncai is minden koncerten, óriási sikerrel egyébként. Így van, és még hát számtalan előadó énekelte el ezt a nótát. Na most ez Panna gyerekem az óvodában megtanulta valakitől, azóta is nyomják ezt a nótát, én meg úgy vagyok vele, hogy énekeljen, az a lényeg, így minden, majd ha akar énekelni. De havata utalsz a Fásiékra. Hogy a franc, persze, meg lekértem, hogy engedi-e, hogy énekelje a gyerek, nem mondom, menjünk akkor és nézzük meg kis Grofó koncertjét, hát az ilyen nagy fesztiválokon, a nagy színpadon, ott mindig ugye élő zene van. Tehát ott viszonylag kevés a haknyi. Egy embernek sikerült ezt megcsinálni. Kis Grofó megérkezett, az gondolom unokatestvére, vagy mit tényleg, mégis családban maradjon, egy gitáros fiú fölállt, mondták, hogy... Jolly ott volt az A8-assal, vagy nem? Nem jött? Járnak. Jó, ők már nincsenek. Grofó jött az A8-assal, igen. Vagy lehet, hogy egy A9-es volt a dolog. A gitáros kolléga beállt, jó, mehetünk, és utána indult a zene CD-ről. Figyelj, olyan bulit csinált a srác, mindenki amigo, még a lányok is. Szólni kéne, hogy ezért egy... Itt mindenki amigo ma este, amigo életem, és akkor ott valaki mondta neki, hogy hát ő hölgy, és ugye nem annyira, nem érdekes, az is amigo volt. És hát megőrül a közönség. Egyébként meg marha jó bulit csinál, jó énekel a gyerek, és akkor így... Soha nem téveszt. Soha nem hangok téveszt. Hangok ott vannak, ahol kell. Így van, benne van a jó kicsi roma frazír. Full és playback? Nem, az nem? Ének és a gitár az élő. Az amigozás az élő. Amigózás, és úgy van, hogy ezen sokat gondolkozunk például Európa kapcsolatban, és hogy mikor játszod el a világslágert, ő kitalálta. Na, a közepén. Nem. Eleje, közepe, vége? Így, ahogy mondod. Annyira tudtam. 3-szor játssz el. Így, ahogy mondod, első dal lemegy. Mindenek az alja. Annyira tudtam. Mindenek az alja. Utána második dal nézését meg a járását, de csak gitárral. Érted? Csak gitár megy, elénekli, közönség imádja, elénekel 3 másikat, akkor kicsit megy a dal fele CD alappal,
és a végén van a nagy izé, amikor teljes... Amikor már minden hát, ha valaki későn jött. Hát akkor ő is kapja meg a dolgot, úgyhogy zseniális volt. Egyébként tényleg jó hangulatot csinál a fiú, csak hát ez a háromszor meghallgatni, viszont mindenki ismeri. Tehát mindenki korra, nemre, a beosztásra való tekintettel mindenki ismeri a lótát. Mindenki? Az, az egy nagy sláger egyébként. Na, most játssza a Rakoncai is minden egyes ilyen koncertjén, és őrjöngés. Állítok, őrjöngés van rá. Én még nem voltam Rakoncai koncerten. Majd egyszer de hogy, az is. De Fásin koncerten se voltam. Fásin koncerten se voltam, és kis grófon se voltam. És kik voltak még a húzónemek a koncerten? Jó, volt egy Ákos koncert, azzal kezdte. Az leg, aha, na, Ákos jó. Velencén. Ákos Velencén. Hát figyelj, három napos kis grófa előtt vagyunk tárnál. Ne, az... előtte. Hát csak az valami. A fölhúzó név volt. A Majka Körtis, Well Hello. Nagy háromnapos jó nagy bulit csináltak. Kis strandon. Jó, összehozták, úgyhogy a nyaralásunk tele volt mindenféle izgalmas dologgal, de azt hiszem, hogy ugye a csúcson kell kezdeni, hát, tehát ez volt a kis grofó koncert. Viszont van egy problémám, természetesen. Jöhet az is. Azt legyetek sok hintőpor hason szárazok. Igen, úgy kell csinálni. Én tudjátok a kutyákhoz való hozzáállásomat is, én nagyon szeretem, vidéki ember vagyok, de én azt gondolom, hogy nem való a negyedik emeletre a kutya. Igen ám, de jött az én gyerekem, Soma nevezetű férfi ember, hogy most nem a negyediken vagyunk apa, és hazahozott egy palota pincsit. Nem tudom, hogy hiányzik-e valahonnan. Is, vagy csak a kutyát? Nem. Csak kutya csak van. Kutyát. Csak kutya van. Nem tudom, hogy valahonnan hiányzik a palota pincsét. Csancos. Tehát ezt még mozzuk. De az volt, hogy van egy póráz is a kutyán, és a póráz végén pedig egy könnyékből letépett májfoltos kéz. Igen. Soma így letörte a dolgot. Ott kóborolt szegény kis ebb, és hát Soma az ilyen teljesen, hogy neki most kutyája lesz, és hogy ő megmenti. Egyébként egy rossz állapotú idős kutyáról van szó. Se nincs a nyakában mi ez nyakörv. A csipet még nem tudjuk, mert tegnap előtt jött. De majd miért ezt lehet érezni, hogy csippes? Hát szerintem azt kellett volna csinálni, hogy itt a velencei napoknál a biztonsági őrökkel le kellett volna húzatni. Igen, ha pittyen, akkor van. És párba beviszel, és ott gyorsan lerántják egy joghurt mellett, áthúzod a pénztáron, valami csak kijelent. Valami csak kijelent. Ez majd ma derül ki, hogy csippes a kutya. És bármelyik állatorvoshoz beviszed meg. Az lesz, igen, és a gyerek viszont teljesen szerelmes az ebbe. Én meg azt mondom, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, hiszen nem a mi kutyánk, reméljük, hogy van gazdája, meg oké, amíg velencén, de mit csinálok vele szeptemberben? Tehát, hogy kell... Hát egy palota pincsi azért az nem egy nem tud, egy dándor. Ki fogja sétáltatni? Nyilván nekem az kell. Az baj, hogy nyilván te. Igen. Egyébként, tehát igen. A gyereknél, ezt tudom, három hétig hát szeret szoktasával macskalomra, és akkor odagitt el a fürdőszobában. Persze, hát az helyre. Tök jó. Úgy de jó lesz. Rakd be kordáékhoz, csöngesbe is szaladjál. Igen. Klárika! Szoktasz az erkére. Meg se, egy palota pincsinek klárika. Elég az erkélyen sétálni. Meg igen. Van az erkélye pár négyzetméter ott. Hogy azt mondja, kétszer, kettő, nagyon jó, nem kell nagyobb. Figyelj, és egy magyar üzlának nagyobb egy palota pincsi, meg befüvesíted az erkélyedet, leraksz egy kis gyümölcsfát, oda pisil a kutya. Ja, és akkor még tud pisilni. Figyelj, mérest fel a kis kutyának az állapotát, fizikai állapotát, nézzes meg, hogy van-e benne csíp, aztán találunk valakit adáson keresztül egy velencei polgárt, aki adott esetben, hát akivel így egy évre mondjuk így fele-fele arányba vinnétek a boltot. Tehát nyáron a miénk, így van, télen meg az övék. Nagyon jó. Lesz az a baj, hogyha nagyon megszereti, akkor szeptemberben elvenni tőle, inkább vedd el most. Uh-huh. De előbb-utóbb ki kell repülnie, mert már úgyis egy családi fészekből a gyereknek, maradjon ő lent Velencén a kutyával. Kicsit korán kezdjük 5 évesen. Isten veled, ha menni akarsz, ha nem akarod látom. Megtartani rá, akkor ha rám hallgatsz, ennek most gyorsan véget. Ugye? Hát mert egy hónap múlva az már könyörtem. Hát, azért ott már kialakul, imádja, megy majd a gyerek után mindenhova, kialakul egy barátság, hát ott szétszedni ezek őket. Már együtt vannak, tehát már a kutya fönn akar aludni a gyereknél, és mondom, hogy arról az is szó se lehet, már jön föl az emeletre, és mondom, hello. Kinyitja a hűtőt, kieszi a kolbászt, beleiszik a borotba. Hát figyelj. Kutya kicsit jól érzi magát. Szárazon érlelt hátszínek vannak a hűtőben, és a gyerek mondta, hogy akkor adjunk enni a kutyák, ma hozzá ne ér. Igen. Hozzá ne nyúj, virsli tehet. Valami szárazat meg elmegyünk neki valami kajáé, az apa hátszínyéhez hozzá. Valószínű, hogy 70 pluszos néni keresi valahol egyébként. Igen. Általában ezek a típusú kutyák ilyen idősebb néniknél vannak. Mi ő pontosan? Szerintem palota pincset, palota amennyit pincs. Értek hozzá, egy ilyen kicsi. Kicsi? Kicsi és szőrös, akkor az csak az lehet. Több minden lehet. Apró szőrös nagyon csúnya, ez még én is lehet két nem borotválkozás után, de... Apró pici apró és szőrös és nagyon csúnya, és nagyon arab, hát igen. És valószínűleg bántották, mert a nagy darab férfiaktól fél, tehát hogy hozzám, most már ma reggelre oda édesgettem én is, magamhoz éhülye, ugye nyilván, hogy akkor én is kialakítom a kötődést. Én is pont ezt mondtam, hogy most mondtam a békának, hogy most ezt azonnal vágjuk el, mert egyébként kutyánk lesz, és nem akarunk kutyát, ugye érted? Uh-huh. Tehát nem akarunk.
És akkor most megy a nagy szerelem? Hát most megy, és igen, és Soma meg teljesen kész, hogy neki kutyája van, lefekszik a földre, jön oda a kutya hozzá, és imádják egymást egy nap után. Azért egy féregtelenítés oltás azért nézd, nézd meg, és a kutyának is. Mindenképpen. menjen a kutya is. De Csip egyébként megmutatja a lakcímet is? Szerintem hát igen, telefonszámot, lakcímet. Igen? Igen. Ajaj. Uh-huh. És mi van, ha megtalálod a lakcímet, de a kutyának ott rossz dolga volt, és azért jött el, mert ugye nem szerette, vagy megszökött, vagy rugdalták, tehát úgy adod vissza, hogy ott megint visszaadod. Ezt érdemes egyébként felmérni. Menj el kutya nélkül a gazdához, meg ki tudja, és beszélgess vele. Ferikém, mit keres maga itt? Csak benéztem, csókolom. Írike már a cseresnél. Nem látta azt a büdös kutyát, hazajön, úgy meg rugdalom, meg akkor tudod, akkor hogy nem szabad elvinni. Ha egy zokogó idős nincs, az aranyom a kutyám elvitt, és ma nem tudok magyarok krémet. Nem, Ferikém, Ferike, csak hihetetlen vagyok egy picit. Vettem egy csomó kolbászkrémet, hogy megint bekenem. Úgy hiányzik az a rohadt kutya. Akkor viszont ne vidd vissza. Tehát derítsd föl, menj el, nézd meg, hogy milyen gazdája van a kutyának. Menj el érdeklődve beszélgetni. Ha gonosz, rossz emberek vannak ott, akkor nem vissza. Akkor ne vidd vissza. Ha egy idős néni tényleg sír a kutyája utána, és akkor nagyon szomorú, és Ferikém nem látta a kutyámat, olyan a nagyon kis jószág volt, úgy szerettük, az utolsó reménységünk, akkor vidd vissza. Akkor vissza. Tehát legyen ma egy ilyen állatorvos, címremenés, felderítés. Jó, kommandó. Igen. Nézd meg, hogy honnan származik a kutya. Ha van esetleg cím. Aha. Jó. Sötét barkaszok állnak a ház előtt, senki nem nyit ajtót, csak hegesztőpisztolyjal valaki éppen kínoznak hátul a kertben, ne vidd vissza a kutyát. A sötét barkaszok, azok a kezdő mafiózók. Ott még nem megy annyira a bolt. A sötét barkaszok. A sötét barkaszok ott még nem megy a bolt, ha lesötített gémercik, akkor már nagyon megy a bolt. Jó, az mat fekete multikárok állnak előtte, akkor meg azért. Igen, tehát nézd kezdő. Meg a cím. Nézd meg, hogy hová kellene visszavinni a kutyát. Én ezt így csinálnám, bekommandozni. Ha nincs benne csip, és nem tudom, akkor csak járkálj a körbe, és a síró idős asszonyt látok Velenci, akkor kérdezzem meg, hogy mi baj a néni? Akkor találunk mi baj a magának néni? Akkor ivartalanítás, csipezés, féregtalanítás, stb. És keresünk egy gazdit. Aha, nagyon jó. Tehát a gyereknek ma mit mondjak, lesz-e kutyája, vagy nem? Hát nem, ez egy jó kérdés, nem mondj semmit. Vedd el a kutyát. Nem mondj semmit, tüntesd el a kutyát. Igen, kikötözöm a Somát valami fához, nem. És látványosan elvonszolom az ebet. Figyelj, ilyenkor meg kell neki mondani a tutit. Anya nem akarja. Tényleg, kend az anyjára. Jó, nagyon kend, abszolút kend az anyjára. Ennyi, érted, jóban, rosszban, de inkább jobban legyetek rosszban. Csak együtt, érted? Vagy vegyél egy plüskutyát, tedd pórázra, és mondnak, hogy most nagyon fáradt. És pár nap alatt megszokja a Soma. Most egy kicsit megijedt, mert hiányzik a régi gazdája, de nem baj, húzzad. És megy utána is, húzza. Három nap alatt ahhoz is hozzászokik a gyerek. Hát valahogy próbáld meg elterelni a figyelmét. Emlékeim szerint egyébként szellemileg elég fejlett, és fizikailag is a Soma gyerek. Tehát nem biztos, hogy ezt a változatot, ezt már így kb. Így fél percig fogja. Vagy megfagyok. Nehezen bírja a környezet változást. Éjszaka hagy kint, fok van. És cserélt ki egy plüskutyára. Megfagyott. De ha sokat jó. Napoztatott, felmelegszik. Vannak itt lehetőségek egyébként. Vannak jó, na kiderítem, hogy van-e gazdája. Ha van, akkor kiderítem, hogy milyenek a körülmények. Csipet neki, leolvasót, címre menni, meglesni. Így van, és akkor még mindig ott vannak, melyikre is útnak kordáik. Annak a másik, oda átdobod, igen, ott a kutya. Fifikém, gyere velem, kicsi a partra, ne oda szárj! Uram! Ott a kutya... Kutya összebarátkozik a gipstukokkal, meg a kőoroszlánokkal, pillanatok alatt lesz barátja. Ott még lehet, hogy Klárikával hát ott egy-két hónap merebb görcsön, ahogy meglátná ott az oroszlánokat, az ágyaskodó oroszlánokat bent a kertben. Gyuri bácsit kijönni mesztelenül a Viva Velencei tóból, ott a kutya is sokkot kap azonnal, hogy visszarolhozzátok, hogy Feri, vegyél vissza, megtanul a kutya idét. Emberi nyelven. Meghogyozná az unikorn is. Vigyázni kell. Na mindegy, szóval ilyen projektek voltak. Időtök milyen volt itthon? Én nem tartózkodtam. Nekem nagyon sok időm volt. Neked sok időm volt? Sok időm volt semmi tevésre, mert azért úgy képzeljétek el ezt a regenerálódást, ezt még nem mondtam, hogy nagyon-nagyon aktív volt, azt mondták, hogy ülhetek. Nagyon menő. Hogy például ülhetek, nagyon mondom, menő. És Etelka, mit csináltok ez az egy hét alatt, mert az ülhet, sokat ülhet például. Mondom, de legalább nem volt kánikula, tehát nem úgy műtöttek, hogy 30 fokban, mert olvastam, hogy azért itt szombasítva meg, volt. Meg most már viszonylag zárt is a lakás. Az a másik. Berakták az ablakot végül is. Most képzeljétek, már vannak nyílászárok is. Te gondolod, hogy kitolnak a teraszra, ott felejtének, azt napszúrást kapsz, hát mennyivel jobb lett volna, hogy azért bent feküdtél egy hüvelyszobában, mint ők. Nagyon jó volt. Hát. És mondtam, hogy de legalább kint ülhetek a teraszra, azt mondja, nem, mert belemegy a por, és az is a nyálkártyának át. Áldom, köszönöm szépen, ne jó. De jó, és mit csináltok? Azt mondja, olvashatok, nézzen sok filmet. Mondom, tök jó. És de aludhatok? Ülve. Nem, de jó, akkor.
akkor többet ne beszélgessünk ezen a héten, mert csak rossz. Na de akkor sorozatokban haladtál legalább, mert olyan lemaradásaim vannak sem. Haladtál? Abba az égen, trónakharca befejezve, kipipálva. Nagyon jó, na ezt fogom most csinálni én is, mert dolgozom itt a következő egy hónapban is közben a leállásokban, akkor most kicsit bőjön, 4-5 új sorozat van most, aminek neki akarok állni. Bensiben most eljutottam már a 2015-ös évadig. Nagyon jó. Vader Pines nézed? Még nem. Nem? Még nem. Általában az is elég combos. Nem, mert újra néztem még az Omnidon családot is. Én sem emlékeztem mindenre. A Pirx kapitányt, igen. Időm volt. Na jól van, nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy én kiírtam, pitont szereztem be egy hete nem evett, úgy gyere be. Nem jött be senki a hétvégén. Köszönjük szépen ezt az SMS-t. Igen. Ronda szemtelen állatám, a palotapincs írja valaki. Annak tűnik olyan? Sokat nem rendítettél az ügyen ezzel az SMS-sel, nem ilyetek aranyos. Igen. Aranyosnak tűnik? Aranyos. Most még berágja magát a családba. Ja, és utána majd után vérkutya lesz. Aztán kezdődik az érzelmi zsarolás, ott néz majd tudod én kis könnyes szemmel, érted, a lábtörlőn. Ő majd a küszöbön. Kordáék lábtörlőjén. A két oroszlán köz. Jó, hogy újra vagytok, jó volt a Morning Show ismétlés. Köszönjük Janinak jobbulást. Köszi. Szép napot és hetet nektek, a teljes Klassz FM stábnak és mindenkinek. Köszönjük szépen. M6-oson Budapesttől 25 km-nél kutya az autópályán, már alig vonszolja magát. Ha valaki tud, akkor segítsen. Bali, milyen idő és hány fok lesz ma? Kérdezi valaki. Én reggel a telefonomon 4:40-kor 7 fokot láttam. Az nem volt túl meggyőző. Állítólag nem lesz nagyon meleg, nem tér vissza a kánikula, ha volt egyáltalán az elmúlt egy hétben. Nem. Most 9 fok van Budapesten. Uh-huh. Az egy picit alulkalibráltnak. Hát, érzem azért azt a 9 fokot. 22-25-öt mondtak már. Kellemes, akkor a nyári idő lesz. Azért az elég demoralizáló, amikor kintálsz például mondjuk olyan 8:30 magassága van a kertben, softshell kabátban és polár sapkában, és úgy locsolsz. Velem ez most megtörtént 2 nappal ezelőtt. Tudod, amikor nem akarod elhinni egyszerűen. Nem, akkor sem veszek fel semmit, mert nyár van. Jaj. De sapka az orrodon volt, figyelj. Nem? De mindenhol. Figyelj, iszonyatosan hideg volt esténként. Nagyon fura időjárás van megint. Igen, biztos így volt. Én nem tudom. Azt mondja, hogy miénk az, aki zabálni való kis jószág, 4 pincsi kis étterem. Írja nekünk egy hallgató. Jól van, na, Anna megírta, hogy állunk a játékkal. Azt mondja, hogy 19 nyerthetünk, van 1 hét döntetlen és 3 bukott hetünk. Illetve írta valaki, hogy az ismétlésben volt 4 darab jaj gyerekek, úgyhogy dobjak a persejbe. Na jó. Nem rossz. Na jó, azért az kemény lenne. Ha valaki játszana velünk, akkor írjon SMS-t, jó? Játékra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk Ákos, ide jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. 4-es úton Budapest felé, Ebes után a Bokorból kukkol a 3 lábú. Ezt Evu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán gratulálunk Rogernek. Wimbledonban nincs esélye. Írja nekünk valaki. Igen, hát... ja, ez így van. Bár nem biztos, de lehet. Megnyerte Hallét, és ott szerintem arra gratulálnak. Nem láttam a döntőt, csak az elődöntőt. Úgyhogy Roger behúzta. Igen. És most már arca Wimbledon felé van. A francba, hogy kihagytam. Igen. Behúzta, megnyerte. Megnyerte Hallét, és most jön Wimbledon. Úgyhogy nyitnak a fogadóirodák. Jó, Feri, nyitnak a fogadóirodák. Figyelek. Jön Wimbledon. Wawrinka, Gyokó, Nadal, Federer, nagy formában mindenki. Úgyhogy jó lehet. És ez a Halle, ez micsoda? Ez egy azt hiszem, hogy 500-as ATP verseny Németországban, és az vagy? Nem, hát az nem kell megcsinálnod. Akkor miért mondtad, hogy ezt megcsinálta, és akkor Wimbledon? Hát most ezt behúzta, és most már jön Wimbledon, de nem kell neki már ilyen... Azt hittem, hogy ez egy ilyen beugró. Nem, nincs neki. Csak rámelegített. Aha. Az is egy füves torna. És van, akinek kell ilyen challenge, meg ilyen future versenyeket játszani, meg feljutás a főtáblára, de hát világranglista másodikként nem nagyon kell már így. Az csak egy sima 500-as torna. Ja. Jó, megnyert, azt készült, de behúzott egy 500-as ATP tornát. Kicsi euró. Egy millió, azt hiszem, talán. Megvan a karjajcsi. 800 000, 1 millió. Nem egy olyan nagy semmi. Na, volt egy hete. Egy hetet rááldozott. Sírunk itt, ha egy 10-es bukunk játékpénzbe. Nyert egy 200-300 millió forintot. Azt nem tudom, hogy a Svájcban hogy adózik egyébként, de el tudom képzelni a svájciakról, hogy nagy vonalon azt mondta a svájci kormány, hogy mivel viszed a hírünket, aha, és mivel hihetetlenül népszerűsíted az országot, és te vagy Svájc egyik legismertebb embere, még adómentességet kapsz. Tehát ezt simán lehet, ezt csinálják nagy sportolóknál, néhányuknál, hogy ezt megengedi neki. Na, átmehetsz Monakóba. Igen, hogy akkor nem kell adózni, de azt nem tudom, hogy ebből most mennyi marad meg. De körülbelül 1 millió euró az összdíjazás egy ilyen versenynek. Azért az, illetve az összdíjazása, abból az első helyzet meg egy 800 000 eurót kap. Aha.
szánalmas, komolyan. Komolyan kiszúrják a szemedet tényleg. Mikor megnyered vasárnap és hétfőn az SMS, nem? Csillingel a bankot, hogy megjött az átutalás, azért az szép, igen. Na, játszunk, új hét, indul még hozzá teljes hét, úgyhogy megnézzük ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Balázs vagyok. Balázs, hello, jó reggelt. Honnan hívtál minket, Balázs? Pécs mellől, Nagykozárból. Ó, és már munkában? Otthon még? Még otthon. Még otthon. Jól van, mivel foglalkozol egyébként? Autóvezetést oktatok. Ó, autóvezetést oktatsz. És milyenek a tanítványok? Ügyesek? Hát legtöbbször ügyesek, de csak a végén. De csak a végén, az elején. Van olyan, aki ötödszörre sem megy át, vagy még mindig ott van, és nem, egyszerűen nem tudod átrugdalni a vizsgám? Persze, ilyen mindig van. Uh-huh. Régi kedves tanítványok, itt nem tudsz elereszteni? Mi a csúcs tartó? Hány bukás? Hát a legtöbb az 20 fölött van. Atya úristen. És ő neki nem mondod azt, hogy figyelj, ne csináld. Tehát, hogy nincs érte. Levizsgázott. Az a baj, hogy hiába mondtam, levizsgázott. De ne hagyd, hogy levizsgálj, ne szabadíts ránk. Hát nincs elég bajunk. Hát aki 20-szor megbukik, azt kell, hogy figyelj, életem, nem vagy alkalmas a jármű vezetése, nem kapod meg. Tehát az, hogy 20-szorra átrugdaljuk, ez nem egy jó dolog, mert 21-szerre viszont rajtunk kísérletezik majd, meg a járókelőkön, meg a babakocsis átolókon, meg a gyalogosokon. Hát aki 20-szor nem ment át, az 21-szer se tanult meg vezetni. Nem, Balázs? Hát az a baj, hogy nem én engedem át, hanem erre van külön egy vizsgálatot. Hát kicsit ott belenyúlsz a gázba, a fékbe, kicsit ráúzol a kormányra. Ezt mondjuk meg tudnám oldani. Gondolod-e, hogy vezet? Hogy 20-szor megbukik a vizsgát, nem? És ő már kint van. Köztünk jár. Ő már köztünk jár, atyaisten. Balázs, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Balázs a Balázsra. Jó, oké, kezdjük el. János méri az időt, aztán jól elbeszélgetünk, jó? 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, figyelek. Kérdezem, Balázs, vagy kérdezek én? Kérdez, Balázs. Szoktál sorozatokat nézni? Rengeteg sorozatot nézek. Na, mondj egy-két jót, hát ha kapok új ötletet. Nekem is van most egy-két új sorozat tippem, hogy mi az, ami jó. A Barátok köt. Most komolyan. Igen, most jön a Guldenburga köröksége. Ki mondtad, Balázs, nyertem? Aj, de szép volt. Belelovaltam magamra a sorozatos témába. Szép volt, Balázs? Jó volt. Ügyes vagy. Ez a Barátok köztel, ezzel nagyon bevágtál egy gyomros. Azt hittem, elkezded majd sorolni. Senki nem számított rám. Igen. Inkább szerencsém volt. Barátok közt, atyisten. A Guldenburgok örökségét akartam mondani, hogy az lett volna a következő. Balázs, van egy ajándékcsomagod, viszont ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm, és jó volt veletek játszani. Hát nem volt egy hosszú játék, hamar kimondtam, de te megérdemled, ügyesen játszottál. Köszönöm. Köszi, ciao. Sziasztok! Hello! Hello! Jaj, de kár érte! Fölhúztad magad egy pillanat, barátok! Nem, mondom, ne csináld már, mondom, mondj már egy-két, hát ha tudok egy-két tudod tippet, hogy barátok között. Jó, jött volna a szomszédok, tudod, tényleg a klinikák, vagy nem tudom mi. Na mindegy, jól van. Hát akkor egy elvesztett napocskával indítjuk nem ezt baj a helyet. Nem visszahozzuk, baj. Gyerekek. Ez csak a behetetés része. Visszahozzuk ezt még. Na, jövünk a hírek után, és egy olyan témával foglalkozunk, amiről most ugye rengeteget lehet hallani, és foglalkozunk vele azért, mert szerintünk ez nem politika, sokkal inkább közélet. Ugye hát nagy hírt kavart a dolog, miszerint egy 175 km hosszú, 4 méter magas tekercszöges drótkerítést építene a kormány a magyar-szerb határon, és mindenki azt hallja az utóbbi hetekben, hogy menekültek, illegális migránsok, bevándorlók, átutazók. Egy picit megpróbálunk ennek utána járni, hogy ez mit jelent, kik ők, honnan jönnek, mit akarnak, miért tranzit ország, Magyarország, hova mennek. Tényleg kell-e félnünk tőle, mert állítólag nagyon. Igen, kell-e félnünk, valós veszélyt jelentenek-e, mit szeretnének, mit akarnak tőlünk, hova mennek, mi a végcél. Mi jól megszokott, kiváló szaktekintély nógrádi barátunkat hívnánk. Tanár úr? Tanár urat hívnánk, hogy egy kicsit udvarolhasson Annának, és tegyen nekünk ezeket a dolgokat helyre, mert hogy tényleg az elmúlt hetekben állandóan ezt hallott, nem? Hogy menekültek, menekült áradat, szöges drót,
Lehet szöges drót, nem lehet szöges drót? Lehet, nem lehet. Egyáltalán ez a szöges drót, mert hogy ugye egy pár évtizeddel ezelőtt már ugye lebontottunk bizonyos vasfüggönyöket, most meg újraépítjük őket, hogy ez a megoldás. Igen. Honnan jönnek, hová tartanak, hányan vannak, kik ők valójában, kinek ártanak, ha egyáltalán ezzel ártanak, bárkinek is, úgyhogy ennek próbálunk utána járni, és Nógrádi Györgyöt hívjuk majd. Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már újra élőben, egy hetes szabadságunk után megérkeztünk. Hárman mindenki kipihenve, feltöltődve, felejtve a koránkelést. Azért az hamar meg lehet szokni, nem? Hogy nem kell koránkelni, nagyon hamar átáll az ember. Van egy ilyen 440-es kis megriadás egy pillanatra, és aztán egy ilyen nyugodt konstatálás a dolgoknak, hogy jól van. Még tart a szabadság. Én is végig az egy hét alatt mindig megriadtam 440-kor, hogy le kéne már feküdni. Igen. Mert addig néztem a sorozatot. Ki kell kapcsolni a tévét, igen. Na, hát itt vagyunk, és friss közlekedési hírekkel folytatjuk, mert hogy küldtek nekünk, ami hallgatóink. Nem sokat, úgyhogy ha valaki lát valamit, küldjön, mert van egy-kettő, de nem olyan sok, mint amennyire szokott lenni. Lehet, hogy kitört a szabadság, és egy kicsit nyugodtabb. Igen, csendesedünk. Csendesednek az utak, igen. Az M3-as Budapest táblától áll. Hát van, ami változatlan. Szóval aki küldte nekünk, köszönjük szépen. Élőflórás Norbi megfűszerezte a hétfőmet, küldte nekünk valaki SMS-ben, igen. Így van, Jokoldból csak élőflórás. Csornán a 86-os kivezetőn az Óvár felé haladókat mérik a Barcsi kereszteződés után. Topline Tipcsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy mi van, még a Hungária most állt fel a háromlábú, méghozzá a Honvéd kórház előtt, üzente Attila, és az M3-as bevezető már a Dunakeszi lehajtótot áll, pár motoros aláállósában egész jól halad, ezt Elemér küldte nekünk, köszönjük szépen. Hello, Alonso balesete, kérdezi valaki. Az nektek sem a fú. Nem tudunk mindenről beszélni, amit titeket érint, vagy benneteket érdekel. Forma 1-et már egyikünk sem nézi, valljuk be férfiasan. Tehát, hogy nem? Szeretjük, kedveljük, nálunk is lehet majd jegyeket nyerni, de láttam, ma reggel megnéztem interneten, hogy a Raikkonennel ő ütközött. Igen, Kimivel ütköztek, és akkor... De nem nézek már Forma 1-et, én sem megmondom őszintén. És a pole pozícióból induló Hamiltont a Rosberg lehajrázta már az elején, és 8 másodperces hátránya csapott csak a Hamilton másodikként a célba, de még mindig vezeti az egyéni. Bemagoltad a nemzeti sportot, te is? Jó, látom, hogy nézi, nem nézte, csak bemagoltad te is. Ugye? Csak az elmélet. Csak az elmélet megy nekünk, igen. Nem nagyon nézzük. Na, a héten egyébként csak mondom, hogy minden nap, egészen ezen a héten péntekig egy szerencsés hallgató nyer egy családi csomagot majd a hétvégén megrendezésre kerülő Ferrari Racing Days utamra, gyerekek! Hoppá, azt a kutya fáját! Most látom itt az információkat. De jól hangzik! Bizonyám, 20 darab jegy összesen hétfőtől péntekig, és a fődíjat majd pénteken adjuk oda, amikor is egy szerencsés a párjával a Ferrari VIP vendégeként vehet részt az eseményen. Na az azért, az mondjuk, na az aztán. Az tényleg jó. Az jó, az nagyon jó. Ferrari Racing Days. Ez a Hungaroringen lesz majd. Jönnek a Ferrarik, és rengeteg Ferrari lesz. És majd itt a személyes, hogy kimegy értük, Federico Montecucco. Na, ez lesz a hétvégem. De jól hangzik. Bizonyám. Elhangzik majd egy kérdés, ahogy szoktuk csinálni, erre kell helyesen válaszolni. Ha valaki menne és gyönyörködne ezekben az autócsodákban, akkor azt figyeljem. Jó? Nyerjetek egyet a családnak, és legyetek ott a Ferrari Challenge Trofeo Márka Kupá sorozatán. Trofeo. Trofeo. Olaszul mondtam. Magyarul mindenki tudja, érted? Hát Trofeo. Na! Visontánál még van egy trafik. Méghozzá a cross pályánál. Már ott se lehet gyorsan mennék, rossz pályán. Hát, az semmi se lenne semmi se a régi. Mi ellen egy ilyen versenynél? Le van fújtva egy kicsit a sari, tudod. És amit fel mondja, tudod, hogy ezért, hogy mi ez, barra trafik. Itt 50 lassan.
hogy megkapod az 50 000 vagy a 60 000 csekket. Gyerekek, rövidülnek a nappalok, meg van? Ja, Isten, de tudtam, hogy ez lesz, hogyha visszajövünk túl. Ezt jelentsük ki, legyünk tisztában a tényekkel, hogy hűvösödnek az éjszakák, rövidülnek a nappalok. Ajaj. Jön a tél, gyerekek. Június van. Az éj sötét van. És tele iszonyattal. Csak június. Jó, értem én, hogy itt még velencei tó, meg palotapincsi, meg csípkeresés, meg nem tudom. Így van. A tények, makacs dolgok, rövidülnek a nappalok, megyünk ki a nyárból. Bizonyám fej, most már vihetjétek élesztetni a fakutyát. Szomorú dolog, de... Léceket. Múlóban van a nyár. Ja. Múlóban van a nyár. Ezt azért jó, ha tudjuk. Úgy érzed akkor, hogy már eplényben porolják le a hóágyukat? Én elmegyek, vakszoltatok egyet a léceimmel, megnézem a bakancsaimat, mert hogy rövidülnek a nappalok. Hosszabbodnak az éjszakák, hűvösödnek az esték. Uh-huh. Nem? Uh-huh. Hát így van, frissházosoknak ez jó hír. Jó ezt tudni. Na... Foglalkozunk akkor egy kicsit komolyabb dolgokkal, gondoltuk, hogy így indítjuk a hétfőt, és felhívjuk a mi drága Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnket, aki mindig olyan helyes, fontos és jó dolgokat mond nekünk, és ami kis kusza, rengeteg információval összekavarodott, kis sötét kis fejecskénk. Ez mindig... a kis hebrencs tini agyunkban rendet tesz a professzor. A tini agyunkban ő mindig rendet tesz, mert ugye folyamatosan lehet hallani az elmúlt hetekben, szerintem nincs ember, aki ez ne jutott volna el, hogy menekült áradat, migránsok, illegális migránsok, bevándorlók, Magyarország, mint átmeneti zóna, mediterrán útvonal, balkáni útvonal, keleti útvonal, és a hazánkat elárasztó, a munkánktól megfosztó menekült áradat. Ugye? Hát ezt most folyamatosan hallod. Elvileg épül egy kerítés is, és... talán azon többen elgondolkoztak, hogy kik ők, honnan jönnek, mennyien vannak valójában, mit akarnak, itt akarnak-e letelepedni, tovább mennek-e, mire használják az országot, honnan jönnek egyáltalán, miért ennyire fontos kérdés ez most, miért nem volt 2 vagy 3 éve, egyébként akkor is ez volt, és valójában mit kell róluk tudni? Rengeteg kérdés, igen. Ugye? Hallunk információt, de nem biztos, hogy sok mindent tudunk róluk. És hogy mit kezdjük az olyan paradoxonokkal, mint hogy például ugye azt állítják, hogy ezek az emberek elveszik a munkahelyeket, miközben ha megépítik ezt a szöges drótot, akkor a szöges drót és a tyúkháló kereskedők megszedik magukat, mert írtózatosan érted. Tehát, hogy innentől kezdve érte. Azért most gondold el. Micsoda ellenmondás. Be lehet, hogy így van, munkahelyeket teremtenek vele, nem? Meg is kell csinálni maga ezt a kerítést. Bizonyám, ha nem illesztik bele ugye a közmunkaprogramba. És utána még azt föl is kell szerelni. Komoly. Ők gazdasági vagy politikai menekültek? Ugye ezen megy a nagyon nagy vita állandóan. Fontos kérdés. Hogyha politikai, akkor be kell engedni, ha gazdasági, akkor nem kell beengedni, akkor menjen haza, próbálja meg ott élni. Hogy döntöd el? Tehát nyilván megkérdezed. Uram, ne haragudjon, ön gazdaságilag vagy politikailag menekül az országából. Nyilván azt fogja mondani, hogy politikai. Tintegetnek nekem, hogy a második. Igen, a második. A első kérdés, második kérdés, marad vagy tovább megy? Arra van például jogszabályzás, hogy amikor itt mondjuk megállítják őket, és a B-be teszik a Békés Csabai táborba, akkor onnan te kijöhetsz, mert azt mondod, hogy nekem van annyi pénzem, kérem szépen, hogy én Münchenig tudok venni egy vonatjegyet. Vagy új, hát az festői, mondjuk egy jó hely, rendes emberek vannak, van mezőgazdaságban munka egyébként. Tovább akar-e menni, vagy se? Ez például hogy döntöd el, vagy ki dönti el? Van egy csomó olyan kérdés, ami nekem, és gondolom, hogy egy csomó más embernek is, ilyen légből kapott, és nem tudod megmondani rá a választ. Igen. Nem lehet, hogy mondjuk azt mondják nekik, hogy jó napot kívánok, ha tovább tetszenek menni, akkor mondjuk 2 hétig maradhatnak, addig segítjük önöket, biztosítjuk az ellátásokat, stb., de ha 2 hét után nem tetszenek tovább menni, akkor visszamennek oda, ahonnan jöttek. Tehát, hogy nem lehet esetleg így szabályozni? Ha már nagyon akarnak. Hát igen, de amikor a visszaküldés se egy olcsó mulatság. Uh-huh. Most képzeld el, hogy itt van még 20 000 ember, és akkor azt mondod, hogy akkor veszek nektek, nem tudom, Szíriába, Irakba, akárhova vonat jegyet. Hát azért az egy egyszerű. Nem lehet, hogy esetleg úgy éreztem, hogy uniós pénzekből finanszírozni, ha már az unió annyira. Plusz, ha ő menekült, ténylegesen politikai menekült, akkor visszaküldött ugyanoda, ahonnan eljött. Nem lehet, amikor átmenek a határon feltenni őket egy buszra, aztán letenni őket hegyes halomnál, vagy ilyes. Tehát annyi kérdés van itt. Az Inénke nénivel foglalkozott a TV2? Hallottam, illetve pontosabban nem láttam, csak olvastam, hogy meglehetősen nagy hullámot váltott ki ez a dolog, igen, hogy nem Inénke nénivel, akivel mi beszéltünk, csak más összefüggésben, mint ahogy a TV2 feldolgozta Inénke néni, mint egy hős csinálva belőle. Nem tudták ugye? Elég iróniával kezelni az ő személyét, pedig meg kellene. Igen, kellett volna. Vagy kellett volna. Nem láttam az anyagot. Látta valaki? Igen? Igen. Váci Gergő, mint oknyomozó riporter, Inénke néniből hős csinált, mert mi is hívtuk Inénke néni, de hát meglehetősen zárójelbe tettük az egészet, és az inkább rajta nevettünk, mint vele nevettünk Inénke néni. Igen? Igen. Volt álcázás Gergőnk
Egyébként fekete csík. Nem, nem, én felismertem rögtön. Ugye Irénke néni az az Irénke néni, akit mi is felhívtunk, és elmondta, hogy ő ott próbál a határál sértőket elfogni, meg van mindenféle műszerem. De hát ő egy főállású... azért mi erről próbáltuk lebeszélni, és inkább kinevettük. Hát egy főállású önkéntes rendőrről van szó, azért mi igyekeztünk iróniával kezdeni, és valószínűleg a kérdéseinkből. És a bokkal rávetette magát? Igen, de ők igazából hős csináltak belőle. Jaj. Valahol már szerintem már... És mondták is, hogy sok ilyen Irénke néni kéne még, az nem volt a végén igen. Tanulságként, tudod, amikor belenézel a kamerába, és levonod a konzekvenciát, igen. Hogy nagyon sok Irénke nénit még a határ. Ez most ebben a légkörben amúgy sem egy szerencsés helyzet ezt tovább fokozni igazából, és Irénkét hősé előléptetni, az nem egy szerencsés. Egy felállít dolog. A jövőben nyilván az egyes számú Irénke határvadász századok. Igen, a ez nem szerencsés. Nem lenne szerencsés. Nem láttam, csak olvastam, de akkor mondtad, hogy láttad, igen. Na jó, megkérdezzük mindjárt azt az embert, aki gyerekek, hát csak úgy ontja magából az új információkat, a fontos információnkat, és minden hasznos kérdésünkre válaszolni tud. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértőnk. Jó reggelt kívánunk! Szevasztok, de aki fölhívott, az Anna sokkal szebb, mint ide, az ez igaz. Ez már honnan tudod, hogy sokkal szebb, már képet is küldött, vagy egy nem, de ez a kettőnk ügye, ez semmi között. Igen, de az arca nem látszik. Na, amit eddig elmondtatok, három megjegyzés, és utána ti jöttök. Egy, a fő probléma az, hogy a menekültek három országból mennek, Ausztria, Németország, Svédország. Ezek az országok megteltek, nem kell több menekült. Miért mennek oda? Mert ez a leggazdagabb három ország. Kettő. Az év első 6 hónapjában Magyarországra bejött 60 ezer ember. Ezt nem lehet kezelni. Három. Most már azt mondja az Európai Unió, hogy Észak-Afrikába kell táborokat létrehozni, és ott döntsük el, hogy ki az, aki belépett Európába. Ez tökéletes, de a tegnapi vita alapján Észak-Afrikába egy ország jöhetne szóba, ez Tunézia. Líbiába polgárháború van, Egyiptomba káosz van, tehát máshogy fogalmazva a tragédia az, hogy a 28 EU-s állam 28 koncepciót képvisel. Ettől kezdve nincs megoldás. Jöttök. Na most azt olvas az ember, hogy többféle útvonal van, ahonnan jönnek, ugye? Mert szerintem nagyon sokan például azt se tudják, hogy kik ők, honnan jönnek, milyen országból érkeznek hozzánk, mik a valódi céljaik, és aztán az ember azt olvas, hogy van a mediterrán útvonal, a keleti útvonal, a klasszikus balkáni útvonal, de hogy általában bennünket tranzit országként használnak, ez igaz? Igen, picit megint máshogy mondom. Én végignéztem, hogy ezeket a szerencsétleneket hogy szervezik be Fekete Afrikába. Elkérik a pénzt tőlük, pontosabban elveszik, mert nem jöhetnek. A pénz egyharmadát azonnal megkapja a helyi rendőrség. Tehát innen kell kiindulni. Máshogy fogalmazva, a helyi rendőrség abszolút benne van a korrupcióba. Ettől kezdve valóban három útvonal van, aki Afrikából jön, annak az útvonal a földközi tenger, 40-valány százalékban Olaszország, 40-valány százalékban Görögország, a maradékban spanyol. Mi az olasz tragédia? 170 ezeren jöttek be tavaly, Olaszország megtelt. Észak-Olaszország tartományai közölték, hogy nem vesznek föl menekültet Dél-Európából. A G7-es csúcsnál lezárták Olaszország északi határait, ettől kezdve nem tudtak tovább menni a menekültek se Svájcba, se Németországba. A franciák most is lezárva tartják a határt. Ez az egyik. A másik, amit mondtatok, ez az ukrán vonal. Itt 2-3 éve gyakorlatilag nem jön senki, néhány Ukrajnából átjövő kivételével, mert egy polgárháborús országon nem lehet átmenni. A harmadik a balkáni útvonal, ami érinti keményen Magyarországot, átlag olyan 6-7 napot tartózkodik Magyarországon valaki. A tragédia az, hogy nálunk lép be Schengenbe. Ettől kezdve az osztrák, a német, amikor visszatoloncolja ezeket az embereket, és az elmúlt hetekben már ezt csinálja, akkor a mi dolgunk az, hogy ezeket visszaküldjük Pakisztánba, Afganisztánba, Fekete-Afrikába, stb. Egy mondat. Görögországban nyilatkozott egy férfi körülbelül 2 napja, hogy neki el kellett jönnie Pakisztánból, mert ő üldözött muzulmán. Na most Pakisztán lakóinak a 97%-a muzulmán, és 200 millió ember a lakosság. Tehát olyan káosz van, hogy vagy képes lesz Európa rendet csinálni, vagy rendkívül nehéz helyzet elé kerül, és jelenleg az idő Európa ellen dolgozik. Hol és mi alapján húzod meg azt a határt, vagy húzza meg bárki azt a határt, hogy ki az, aki valóban jogosan jönne mondjuk hozzánk, vagy menne Nyugat-Európában, mert tényleg üldöztetett, és ki az, aki mondjuk gazdasági okok miatt a jobb életreményében. Erre jelenleg pontos definíciók vannak.
A német álláspont az, és én egyetértek vele, hogy Európából senki nem jöhet politikai okok miatt. Ettől kezdve a koszovói és albániai albánokat szépen visszaküldik, zárójel. 10 év alatt az albán mafia 1 millió albán csempészett be az Európai Unióba, zárójel, évi 15 milliárd eurót keresnek csak a heroin kereskedelmen. Tehát jelenleg az az álláspont, hogy pontosan definiálható, hogy hol van polgárháború, hol van valóban életveszély. A probléma az, hogy amikor valaki belép az Európai Unió területére, eltépi az úti okmányait, és közli, hogy onnan jött. Ellenőrizni lehetetlen. Egyszer megnéztem, hogy egy ember kihallgatására a határon hány másodperc van, nem perc. Ez alapján beazonosítani, hogy ő szomáliai, eritreai, honnan jött, lehetetlen. Ettől kezdve mondja, hála jó Istennek, több hónap késéssel, de végre Európa, hogy menekültáborokat kell felállítani az Európai Unión kívül, és nyugodtan megvizsgálni. A probléma az, hogy ettől kezdve még az embercsempészek a horribilis bevételről nem fognak lemondani. Ha ők tovább mennek egyébként, mert azt hallani, hogy tovább mennek, akkor hova mennek? Németországba, Ausztriába, Nagy-Britániába? Nagy-Britániában nem tud menni, mert ott a Lamans csatorna és a britek zárják. A britek már Európai Uniós munkavállalókat sem akarnak beengedni, tehát itt is új helyzet van. A svédek, de azért egyet látni kell, ahova ezek az emberek bemennek, és én valószínűleg tényleg rossz indulatú vagyok, ott a szélső jobb megerősödik. Ezek az emberek nem tudnak, nem akarnak integrálódni. Mindig van mindenre példa és ellenpélda. De a szörnyű helyzet az, hogy már Dániába a szélső jobb a második helyre jött föl 3 vagy 4 napja a választásokon, mert a lakosságnak elege van a migránsokból. Az, hogy az észak-olasz lombard miniszterelnök azt mondta, hogy amelyik város befogad migránst, az pénzbüntetést kap. Ez azt jelenti, hogy olyan ellentétek vannak a morál és a politikai érdek közt, amire talán nem volt példa a történelemben. Még egy 60 millió ember, ha lehet ezt mondani, vált migránsá az elmúlt évben. Ennyi ember a második világháború óta soha nem menekült. Tehát a számok szörnyűek. És még egyszer, a morál és a politika ütközik. A morál az egy csodálatos dolog. A politika viszont azt teszi, amit az ország érdeke diktál, és a kettő sajnos más. De hadd kérdezem meg, hogy az, hogyha mondjuk felhívja egy kormánya a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejthet, hogyha ezeket az embereket befogadjuk, az nem ugyanúgy a szélső jobbot erős. Nem. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy minden európai országban abban érdekelt, hogy ne fogadjon be migránsokat. Tehát jelenleg, amikor azt mondták a németek és a franciák, hogy felállítanak egy kvótát, ebből óriási vita volt. Az első percben 28 tagállamból 10-valahány nemet mondott. Miért? Magyarországra jutott volna néhány száz ember, oké, de hát 20 000 embert akarnak elosztani, amikor csak Líbiában 450-500 000 ember várja, hogy bejöjjön Európába. Így kezdődnek a problémák. 4 migrációs célvonal van. Az egyik a dúsgazdag arab országok, de ott nem lehet állampolgárságot szerezni. A másik Ausztrália. Ausztrália körbevette magát haditengerészettel, egy embert nem enged be, zárójel, megvesztegetik az embercsempészeket, hogy az embereket tegyék le Indonéziába. A harmadik az USA, ahol csak Mexikó felől lehet bemenni, mert egyébként a reptereket, tengerpartot ellenőrzik, a negyedik Európa. Így kezdődnek a tragédiák. Egy utolsó megjegyzés. Jelenleg a világon 3 globális hatalom van, sorrendben USA, Kína, Oroszország. Európa már nem az, és jelenleg ezekkel a folyamatokkal rövid és középtávon Európa gyengül. Az itt lévő 3., 4., 5. generációs migránsok sajnos nem tudnak és nem akarnak beilleszkedni, tehát nem erősítik, hanem összességében gyengítik az Európai Uniót. Igen, erről már sokat beszéltél, amikor mindig hívunk, hogy be tudnak-e illeszkedni, vagy nem, de ha tovább mennek, és nyilvánvaló szándékuk az, hogy nem itt maradni, hanem tovább menni. Európai Unióban marad. Európai Unióban marad, igen, akkor mit old meg a kerítés? Ezen gondolkozom. Ha nyilvánvalóan tudjuk, hogy azért ők nagy részében tovább akarnak menni, és nem itt akarnak megállni, igen, hanem nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokban akarnak mondjuk eltelepedni. Akkor? Csak a délvidéken már a lakosságnak elege van. Abból is elég van, elege van mindenkinek, hogy embercsempészek Magyarországon átviszik őket tovább Ausztriába, hogy néhány taxis hülyére keresi magát, és átveri ezeket a szerencsét. De 3000 forintért átvágok egy ilyen kerítést, egy ilyen kerítésvágóval, amit ez megold bármit is? Ha hagyom, bocsánat. Én azért rendszeresen nézem, hogy ahol kerítés van. Csak néhányat mondok. Észak-afrikai, spanyol enklávék, örök határ és a többi. 90-valahány százalékkal lecsökkent a migránsok száma.
Legalábbis azt mondják, hogy azon az útvonalon, de tudják, hogy ott kerítés van, kerülnek, és akkor majd jönnek más országon keresztül. Ezt így is van, de az már nem érinti Magyarországot. Aha. Elnézést. De... ettől, erre egy mondatot hagyd mondjak. A szerb belügyminiszter azt mondta, és nekem rendkívül tetszett, ha a magyarok fölépítik a határt, abban a pillanatban ők lezárják a macedón határt. Ettől, hát nem merjük kimondani, Macedóniából jelenleg napi 3000 ember jön Európa fölé. Ez évi felé, ez évi 1 millió ember. Hát jelenleg, ha Magyarország zár, 3 új útvonal van, csak rá kell nézni a térképre. Románia, ez sokkal hosszabb, Bosznia-Hercegovina és Horvátország. De ettől kezdve Magyarország számára már a veszélyfaktor lecsökken. És a válaszom, de kerítéspárti vagy, én úgy hallom. Én, bocsánat, én 9 nappal előbb mondtam, hogy kerítést kéne építeni, mint ahogy a kormány mondta, ezért hívtak föl jó pár műsorba. Ma Európában minden kormánynak a feladata a saját országa védelme. Ha az Európai Unió képtelen azt megcsinálni, elnézést, hogy 50-70 éves ócska hajókat a földközi tengeren elsüllyesztek, és ezzel megoldjam a problémát, akkor minden ország maga fog védekezni. Az olasz válasz az volt, hogy a menekülteknek olasz útlevelet ad. A görög válasz az volt, hogy átküldi ezeket Németországba. Tehát olyan elképesztő ötletek jönnek elő, hogy mindenki kénytelen védeni saját magát, mivel mindmáig közös álláspont nincs. Vannak álmok. Az én álmom az, hogy lesz közös álláspont, de a realitás ennél sokkal differenciáltabb sajnos. És ha fölhúzzuk a kerítést, akkor a EU-s feladat lenne a kerítésen túl azokat a menekült táborokat kialakítani, amit te mondtál? Így van. Az Európai Unión kívül, ahol nyugodtan meg lehet nézni, még egy, ti elején mondtatok néhány mondatot, hogy kimehet a táborból. Persze, nincs jogom a tábort őrizni. Tehát aki bemegy a táborba, fél óra múlva képletesen kijön, és megy tovább Ausztria felé. Tehát itt kezdődnek a magyar dilemmák. Hát ezen menekültek 99%-ának esze ágában nincs Magyarországon. Senkinek nincs esze ágában se az EU-tag Bulgáriában maradni. A célország mindig a leggazdagabb, ami emberileg érthető, politikailag nem. Igen, csak érdekes a megfogalmazás is, meg az álláspont is, hogy leválasztjuk egymásról a magyar, meg az EU-s problémát, de hát mi is az EU-nak a tagjai vagyunk, ugye nekünk így is van, csak az Európai Unió belügyminiszteri értekezletén végignéztem az anyagát, semmiben nem tudtak megállapodni. Ma tartjuk az x-edik találkozót a görögökről. Én este több mint egy órán át néztem az eddigi német pénzügyminiszter ezzel kapcsolatos álláspontját. Tehát semmire nem merünk igent vagy nemet mondani. Meglátjuk, összeírunk még egy csúcsot, stb. Tehát a 28 ország rendkívül bürokratikusan működik. És én azt mondtam kb. 4 perc, hogy az idő ellenünk dolgozik. Özönlenek ide a bevándorlók, és aki bent van, azt azért nem lesz egyszerű kitoloncolni. És mindenki azt fogja mondani, amiről az a véleménye, hogy politikai menedékjogot lehet szerezni. Ezért szörnyű nehéz a helyzet. De rosszul tudom egyébként, hogy van egy olyan Európai Uniós szabályozás, hogyha valaki odaáll a kerítés elé, és azt mondja, hogy menekült vagyok, akkor az országnak kötelessége egyébként befogadni, helyet biztosítani. Aztán felülbírálhatja. Bocsánat. És bizonyítani tudja, hogy menekült. Te mondtad a jogszabály egyik részét, én mondom a másikat. A jelenlegi jogszabályok szerint neki kell bizonyítani, hogy őt politikailag üldözték. Na most zárójelben megjegyzem, hogy ha Röszkénél belép, azért neki elég nehéz lesz azt bizonyítani, hogy ő olyan szomáliai menekült, akit, vagy olyan eritreai menekült, akit. De eddig tömegével jöttek be, és nem volt joga Magyarországnak még arra se, hogy ezeket az embereket olyan őrizetbe vegye, hogy nem tudnak kijönni a táborból, mert az Európai Unió jogszabályaiba ütközött. Az Európai Unió most akarja ezt a őrizetet visszahozni, amit évekkel ezelőtt Magyarország esetében megtiltott. Tehát szörnyű nehéz a dilemma. Én mindig azt mondom, hogy a morál és a politika ütközik. És a morál az a világ legcsodálatosabb dolga. Csak a politikának pedig meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek nem népszerűek, vagy nem szépek, de meg kell csinálni valóságban a biztonság érdekében. Zsolti kérdezi, ez egy jó kérdés egyébként, hogy Amerika mit tesz ezekért a menekültekért? Mert nagy részben egyébként, vagy sok országban nyilván miattuk is történik azért, mert ugye szétverték az ottani rezsimet, aztán utána viszont a káoszért már nem tettek semmit, hogy azt is megoldják, ott hagyták. Oké, a válaszom az, hogy ha adtuk most 3 napot és hideg kaját, akkor kezdem a választ, de rendkívül röviden. De jó a kérdés egyébként, mert hogy sok országban az pont, igen. Az USA indított el. Többek az iraki háborút az USA indított el. Tehát az én válaszom az, de én mindig hozzáteszem, hogy én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, hogy órák alatt véget lehetne venni a
véget lehetne vetni a szíriai polgárháborúnak, ha Szíriában rend lenne, abban a pillanatban szét lehetne venni az iszlám államot, és a menekültek ázsiai vonalát le lehetne zárni. Ehhez az kellene, hogy ne akarjuk megdönteni azt a rendszert, amelyik nekünk nem szimpatikus, de az ottani embereknek igen. Tehát olyan politikai stratégiákba kéne gondolkodni, ezeket a háborúkat az USA indította el, de a helyzete rendkívül egyszerű, mert ő hozzá menekült nem tud elmenni. Embargót Európára az USA erőltetett rá Oroszországgal szembe. Emiatt az európai orosz kereskedelem 10%-kal csökkent, az amerikai orosz kereskedelem 10%-kal nőtt. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek akkor, amikor a valóságban meghatározó globális hatalom az USA, de az USA érdekei és Európa érdekei, hogy kulturáltan fogalmazzak, nem mindig fedik. Hát igen, az iszlám államot nagy részt az Amerikai Egyesült Államoknak köszönhetjük, nem? Az ő létezésüket, hát megszületésüket. Azért hozták létre, hogy verjük szét a síta államot. Ennyi. Igen. Hát, ez egy érdekes kérdés, és akkor azt mondta, hogy kerítés a megoldás minden országban egyébként, tehát visszatér ez a szép rendszer majd. Egységes Európai Uniós megoldás kellene, ma is fognak találkozni az Európai Unió miniszterei, két nap múlva lesz csúcs találkozó. Hát mindenki sikítózik itt a kerítés miatt, közben pedig már azért tudjuk, hogy a németek is részben időszakos részben felhúzta a kerítést. A németek kerítést, a görögök fölépítettek, a bolgárok fölépítettek, tehát idézőjelben ebbe túl sok új nincs, és már a sikítozás egy picit lecsökkent. Ennyi. Lehet egyébként most kerítést építeni? Mi az állásfoglalás? Jogilag, igen, mert külső hatásvédelem. Azt hittem, azt kérdezett, hogy lehet-e még egyáltalán kerítést kapni, mert akkor valahol indulnék a tenderen. Én nem mondom, hogy ez a reklám helye, most megyek az egyik tévébe. Szeretlek titeket, ha kellek bármikor. Imádunk, köszönjük szépen, vigyázz magadra, Nógrádi Györgyi, köszönjük szépen. Na. Hát legalább egy kicsit jobban tudjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, nem? Ezek a beszélgetések többek között erre is jók, nem? Hogy az ember egy kicsit jobban tisztában van azzal, hogy kik ők, honnan jönnek, mit akarnak, mi a céljuk egyáltalán, kitől kell megvédeni az országot, meg kell-e védeni, kell-e a kerítés, nem kell a kerítés. Nem véleményt formálunk, hanem kérdéseket teszünk fontos kérdéseket, amilyen kérdéseket nagyon sokan tesznek fel most az országban. És próbálunk meg minden oldalról feltenni egy-egy kérdést. Igen, 7:30 múlt pontosan 4 perccel, ha valaki játszana velünk, akkor írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Érdekes, amit mondott Gyuri bá, nem? Tanár úr, egy Gyuri bá. Professzor úr. Gyuri bácsi, professzor úr, tanár úr, ami drága Gyuri bácsi. A legizgalmasabb számomra az volt ez a morális kérdés, meg politikai kérdés, hogy egyébként morálisan igen, azt mondod, hogy oké, politikailag azt mondod, hogy nem oké. Tehát, hogy ezzel tényleg mit tudsz kezdeni? Hogy valószínűleg nem szabad morálisan gondolkodni. Csak úgy, hogy politikailag. Hát, nehéz a kettőt külön választani jelen pillanatban. És azért tudod azt is, vagy tudnod kell nyilván, meg hát sokan tudják, hogy azért egy politikai döntés azért az hülyen tükrözi azt, hogy itt az emberek ebben az országban mire vágynak, az le van kutatva, és egy-egy döntés mögött azért az áll, hogy ki melyik táborból, hogyan és miképpen akar még többet magának meríteni. Tehát sokszor egy-egy döntés mögött még csak nem is a racionalitás, meg a valódi megoldás van, hanem egyszerűen csak egyfajta tőke kovácsolás, ami egy bizonyos tábornak még hoz. Aha. Nem? Igen. És ha egy bizonyos dolog hoz egy tábornak, akkor azt meg kell lépni. Attól függetlenül, hogy ez most jó, nem jó morális szempontból megkérdőjelezhető, vagy nem kérdőjelezhető meg. Mindenesetre maga a jelenség azért az valójában aggasztó, meg amit Anna is mondom, amit írnak a hallgatók ugyanakkor, hogy most már azért Budapesten is látod, hogy ott vannak, alszanak, éjjel-nappal, hát az Anna, kimentünk már, elmenekültem tőle, mert... Kicsit mondta. 3 órán keresztül mesél. A rungalmas elszakadás technikáit kellett alkalmazni. Szóval, hogy de maga a jelenség is... Nem is tudom, hogy mi rá valójában a megoldás, amikor is azt hallott, hogy közben európai vezetők tényleg 66 féleképpen nyilatkoznak, nincs egységes megoldás, nincs egységes fellépés, mindenki a saját kis pecsényét csütögeti, és éppen úgy beszél abban a hangnemben, abban a stílusban, és úgy próbálja megoldani, ahogy az neki egyébként politikai tőkét jelent. Ebben ez a rémisztő, nem? Hogy senki nem teszi félre egyébként, hogy mi lenne jó az Európai Uniónak, mindenki azt hangoztatja, ami a saját országának és a saját szavazótáborának egyébként a legjobb. Így viszont egységes megoldás nyilván nem nagyon fog születni. Igen, de nyilván magadra kell gondolnod elsősorban, és aztán a nagy egészre, ha a nagy egész nem tud lépni. Igen. Na nézzük a közlekedési híreinket, mit írnak. Trafi, az Árpád fejedelem úton, az Árpád híd után, puszi Kata, M0-ás Csömöri, M5-ös felé kamion az oldalán a belső sávban, már alakul a dugó.
Aztán, igen, ez egészen pontosan a csömöri kihajtó előtt van, méghozzá egy tartályos szerelvény a szalagkorláton. Figyel, úgyhogy lassítsatok. Peti küldte nekünk. Az M0-as, M3-as, M31-es között az M5-ös pálya felé kamion a belső sávban bebicskázva felborulva. Külső sáv szabad, alakul a dugó. Ez lehet, hogy egyébként ugyanaz, mint amiről én beszéltem. És van egy trafing az M3-ason, a 204-es kilométernél Budapest felé. Ezt Tádé küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mit nézel? Jaj, képzétek el, van egy nagyon jó applikáció, mostanában fejlesztgetik, és én még csak ismerkedem a dologgal, mert fenntaláltam az interneten, de mint gyakorlatilag minden nap tömegközlekedéssel utazó városfinak, ezzel meg kellett ismerkednem, mert biztos is ismeritek azt az érzést, amikor felszálltok a metróra, és aztán amikor leszálltok, rájöttök a célállomásra, hogy még 200 métert kell gyalogolni ahhoz, hogy a felszínre jussatok. Emlékszem rá. Rengeteg időt lehet nyerni. Igazából miattad is ismerkedem az applikációval, Bali. Na szóval ez a lényeg az egésznek, hogyha van egy ilyen kis appod, akkor gyakorlatilag, ha beütöd azt, hogy melyik metróval szeretnél utazni, milyen irányba szeretnél utazni, és mi a célállomás, akkor megmondja neked, hogy mondjuk a metrónak hanyas kocsijába, hanyas ajtónál kell állnod ahhoz, hogy a lehető legrövidebb időt. Ez a tudom, hogy én a kettes metróval megyek, és a Népstadionnál szállok le, akkor megmondja, hogy ott hol vannak a mozgó lépcsők, és a lépcsős feljárók, és a hatodik kocsi első ajtajához itt menjek, van. Mert ott nekem ideális egyébként leszállni. Igen. És én egy kicsit félek is tőle, hogy most már ezen túl azt is meg fogom nézni, amit tudok. Ta, például itt, ha nálunk akarsz leszállni, jössz otthonról. Akkor melyik kocsi a legjobb a számodra? Mert szerintem te ezt alkalmazás nélkül is tudod. Ezt figyeld, én vagyok az élő app első kocsi első ajtó. Tényleg? Hát persze, igen, mert egy feljárat van a Népligetnek a végén, tehát hogy ha pedig mondjuk fel akarok szállni, és nagyon gyorsan fel akarok szállni, és mondjuk haladok Kőmely Kispest felé, akkor nem fogod kitalálni, figyelj, köpöm a választ! Utolsó kocsi, utolsó ajtó. Ez akkor a Népstadionnál mindenki, aki leszáll, az mindenki a második kocsiba lesz például, nem tudod majd, hogy valaki a Népstadionnál száll le. A Népstadionnál két feljáró van. Akkor mint a Pillangó utcánál, vagy nem tudom. Tehát tudod, hogy a Pillangó utcai leszállók, azok a második kocsi első ajtajához vonulnak majd, mert ott akarnak leszállni. Tehát oda csak beállsz, hogy te is Pillangó utca, én is Pillangó utca, és mindenki a Pillangó utcánál száll le. Most képzeld, hogy milyen zavarba fogsz kerülni, mondjuk, hogyha például nehogy Isten a Gyöngyösi utcánál szállt le az M3-ason. Ott is két felé, várjál. Azért mondom, nem egyszerű. Én már ugyanez, mint nem mindegy, hogy a plázába akarsz bemenni, vagy pedig ki akarsz menni a buszpályaudvarnál, a régi Danubi Köszönöm, uram, hogy van autó. És tudod, mi lesz? Ezt, amikor itt hallgatom, mindig elmorbolok egy halkimát, hogy de jó, hogy van autóm. És tudod, mi lesz majd reggel, amikor ugye leszállnak mondjuk 50-en, 70-en, 150-en egyszerre ugyanott azok, mindegy, bocsánat, elnézést, de és közben a mögötte lévő kocsi, az tök üres lesz. Igen. Aha, jó az app, használjátok. Még csiszolni kell rajta itt, de azért praktikus tud lenni. Egyébként tényleg megjegyzi az ember, én is emlékszem, hogy a kettes metróval a Batthyány téren, szálltál le, akkor a, mit a negyedik a kocsi második ajtajánál, pont a folyosó azó részéhez jöttél, ahol nincs oszlop, balra mozgó lépcső, és mész föl, és pontosan tudtad, hogy neked hol kell leszállni. Mondom nektek, hogy ez egy jó megoldás. Én ugye a Vörösmarty utcához jártam be hosszú éveken keresztül, oda jártam középiskolába, és akkor én, amikor jöttem szépen Kőbány Kisfest felől az M3-as metróval, én hülye lettem volna a második kocsi harmadik ajtajánál leszállni, vagy a második kocsi első ajtajánál, amikor tudtam, hogy a második kocsi második ajtója az precízen pontosan ott áll meg, ahova nekem mennem kell. Egy méterre se kellett többet gyalogolnom, mint amennyit kellett. Évekkel keresztül mindig ott álltam. Rám ott lehetett számítani. Az időfüggvény, tehát arra... Mitől félsz, hogy nem maradsz, ha 50 métert menned kell? Az 15 másodperc, idő vagy fáradtság? Nem, begyűlnek a mozgó lépcsőn az emberek. Nem mindegy, hogy mikor lépsz oda, amikor a tömeg előzönli a mozgó lépcsőt. Hoppá. Na, nyugatinál folytatom ugyanezt a technikát, amit a Jani mondott. Pontosan tudom, hogy merre mész föl ugye a bevásárlóközpont irányába, meg a mondjuk azt mondom a másik már haldokló bevásárlóközpont irányába. Tehát a kettő. És akkor tudom, hogy melyik ajtó, mert akkor mondjuk harmadiknak érek a mozgó lépcsőhöz. És akkor benne vagy az elsőben. Hát benne vagy, mert én gyalogolok fölfele, és akkor tudok menni. Mi történik, ha a túr végén vagy? Nem jó, mert megakasztanak. Nem, meg kell várnom, és én szeretek fölfele gyalogolni. Aha. Jó, ez Várlira.
fe, hajaj. Hűha. Betegek felé. Nem, de tényleg, ez se kis baj, gyerekek. Ez se kis baj. Én időben csináltam azt, hogy elkezdtem sprintelni, és megelőztem a tömeget. De miért? Jobbra. Mert utáltam, hogy mert ugye az van, hogy nem működik mindig minden mozgó lépcső, minden egyes állomás. És azoknál az állomásoknál, ahol mondjuk nagy a forgalom, és csak mondjuk egy-egy mozgó lépcső működik le meg föl. Van az álló. Ott iszonyatosan betömörödik, és ha sietsz valahova, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy legalább 30 másodperccel később. Igen, persze, pont ezen gondolkozom, hogy a tömegközlekedtem eleget, pont igen. 40 másodperccel később érsz föl. Na, de a hetején vagy akkor már? Így van, meg ha forradtam, és azért az a 30 másodperc, az nagyon tud fájni, amikor integetsz az elmenő volt. Mondjuk, ez is a szíved majdnem megszakad. Bizony. Nem, ez hasznos ez a kis funkció. Már letöltötted? Nem. Jó. Letöltötted? Nem, most még csak egy elősítés. Mit töltsön le? Nem, az a baj, hogy fejben van. Az a baj, igen, a legnagyobb problémám ez a dologgal az, hogy nem, hogy fejben van. Tehát, hogy én ezt gyakorlatilag tudom. Tehát, hogy az M3-ason szinte végig tudom, hogy hol kell leszállni, mert hogy ezt használtam minden egyes alkalommal, de például az M2-esnél már vannak hiányosságaim, ugye? Igen, ott még fejlődni kell. Jobbra állnak az emberek a mozgó lépcsőn? Nem mindig. Van, amikor beszélgetnek. Ez nagyon jól működik más országokban, hogy mindenki beáll jobbra, még ha együtt vannak, akkor is el tudsz menni. Alakul. Igen, egyre inkább ezt lehet látni. Már egy 5-10 év, és mindenki beáll jobbra majd? Hát, vannak még renitensek, hogy biztos menekült. Hova sietsz, rajtam nem mész át. Ne kezdjük el, mert ők biztos menekültek. Ő mondja, ha én mondtam volna. Tehát, hogy jobb oldalt állnak már túlnyomó rész, és csak néhányan állnak be. Baloldalra. Tehát, hogy alakul. És ha szólsz, akkor besorol. Tehát, hogy de nem fog neki örülni a metró mozgó lépcső technikusok, mert azt mondja, a rohadt anyák megint kónuszos lett. Ez az oldal. Ezek kicsit jobbra húz a mozgó lépcső. Minden oldal. Na játszunk egy játékot, már itt is van a játékosunk. Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Elbeszéltük az időt, mi? Ugye? Megnézem, hogy sorozat. Sorozat, egy jó kis sorozatot kell kitalálni a játékosunknak. Halló, jó reggelt! Viki, hello Viki! Hello! Hello, Viki, honnan hívtál minket? Hajdúböszörményből. Hajdúböszörmény, dolgozol már? Igen, ó, már mióta. Mit csinálsz? Cukrászkodom. Oh, vagy lőrinci, vagy cukrász. Vagy igen, vagy 13. kerület. Vikikém, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Oh, azt hiszem először pisilnek, de nem, valamit sütnek forró olajban. Igen. Inkább, nem? Beru néni feküdt a tatóin két napja alatt. Igen. Na figyelj, egy sorozatnak a zenéjét kell kitalálni, figyelj, hallgass meg. Oh, de jó kis zene ez. Jó vagy sorozatokban? Igen, egészen. Ez egy régebbi sorozat. Mutatjuk még egyszer. Hát... Nem! Ja. Jöjjön egy kicsit hosszabb részlet? Legyen. Mutatjuk, figyelj. De ismerős. Jó zene egyébként, tényleg. Hát, ránézek valakire, hát, hogy segíteni nekem. Senki. Mindenki. Régebbi sorozatról van szó. Nem. Megmutatjuk, jó, hallgass meg még egyszer, és közben mondom, mi a megoldás. Jó zene. Kis meditatív. Ez a Miami Vice-nak a zenéje volt. Ember nincs, aki szerintem erre ezt rámondta. Honnan szedted ezeket? Sansztalan, hogy erre rámondjál bármit is. Miami Vice sorozat. És ez a szinti témához nem kellett Jean-Michel Jarre, mert gyakorlatilag három billentyűt nyomlak. Viki, hát ezt nem tudta se. Na, ha ezt mutatod, ezt felismerjük. Megvan így? Mert hát így, ahogy futnak a tengerparton, ez az, nem? Don Johnson-os történet, ugye? Ez egy Don Johnson, így van, így van. Ennyire emlékeztem be. Viki, nem volt könnyű. Vigasztaljon hát a tudat. Miami Vice. Jó sorozat volt. Köszi a játékot. Köszi, hello. Ciao, hello. Szia. Köszönjük, hello. 4 perc, pontosan 8 óra. Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Ha valakinek van közlekedési információja, küldje nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim!
köveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra után vagyunk, 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek újra élőben, itt már ezen a hideg júniusi napon. Igen, rövidülő nappalokkal. Nem elfelejteni, hogy megyünk bele a télbe, hűvösödnek az éjszakák, rövidülnek a nappalok, gyerekek, lassan vége a nyárnak, jön az ősz. Kezdjétek el agyalni tényleg a karjain. Így van, az éj sötét és tele iszonyattal, úgyhogy hát gyerekek, jön a tél, ma hűvösödnek az éjszakák és rövidülnek a nappalok. Nem a szobába a feleség. Nem tudok mit csinálni, ezek tények, hát ezekről muszáj beszélni, hogy megyünk kifelé a nyárba. Van még pár jó hetünk, nekünk nem jó, baj, de most már élvezet, hogy fél tízig van világos, egy hónap múlva csak fél kilencig, lassan óraátállítás. Én már azért kiöblítettem a jégereket. Szörnyű gyerekek. Óraátállítás. Óraátállítás. Szörnyű, hogy kutyafáját megint elmúlt egy nyár. Nem? Megint megyünk bele a télben. Na, írtátok sokan, köszönjük szépen a jó megoldásokat, hogy ez nem a Miami Vice sorozat filmzenéje, hanem ez egy betétdal egyébként, úgyhogy Zsül jobb szeme bánta ezt a dolgot, igazából abból már egy Parker tollál ki. Most kacsintani a BKV ellenőr. Így van. Így volt nekünk, ez elment, hogy Miami Vice, de állítólag a főcím nem ez, ez csak egy betétdal. De mi elhittük, hogy ez a főcím. Zsül, milyen csendesen tűröd a fájdalmakat. Sem, már átvestünk rajta hírek alatt, most a tollat nem merem kihúzni a szeméből, nehogy elvérezzen, de egyébként már ezt megszokta, hiányzik a jobb kis ujja, hiányzik a bal nagy lábúja, úgyhogy mindig vendetta van, ha Zsül valamit elront. Miami Vice, ez volt idejére. Jó, legyünk őszinték, szerintem a főcímdal se tudta volna, nem? Vagy most mit csináljunk ilyenkor? Hívjuk vissza, és mutassuk meg neki a főcímdal. Miami Vice. Bari hamar elintézte a dolgot. Viki, nyugodj meg. Igaz, hogy ez egy betét dal volt, de szerintem a főcímdal se tudta. Ez az ellen nem az volt, amire gondoltunk, de szerintünk azt, amire rákérdeztünk, az se tudta volna, ugye? Nem. Igaz, hogy a tudat, hogy az is nagyon nehéz lett volna. A Vangelis írta tényleg? Nem. Nem, ezt az egyik kedves hallgatónk írta, Jan Hammer, a kompozőr. Hammer? Aha, Hammer. Ha. Uh-huh. De most milyen az Origi Miami Vice betétdal, az mi? Attól bepisil mindenki, és fölülvölt. A sokkal tempósabb. Kezd el dúdolni. Fölülvölt egy ország, hogy ja, ez az, mert akkor megadjuk Vikinek. Na várjál. Hát hármunk közül te vagy a Don Johnson. Azt hittem, azt mondom, hogy a Don Johnson rajongó. Miami? Miami? Na figyelj, tessék, mi az originál Miami? Originál Miami Vice teme. Jó? Teme? Ugyanezekre a szavakra kerestem rá, de én nem tudok ilyen jól angolul. Nem, Viki. Nem. Ugye, hogy nem volt meg? Ugye, Viki? Nem. Látod? Nem. Látod? Engedd el, Viki. Ez nem ment volna. Biztos, hogy nem ment volna. Biztosan. Ha betét dal sem... Amikor meghallott a... Ne butáskodjatok, ezt nem fél tudta perc volna. Után Viki, most nem látjátok meg, halljátok meg, mi sem, de ez történt. Ajjajjajjaj, na ez volt Viki, csak nem az én hangommal. Igen, nem Viki, tényleg nem. Ezt, semmi ezt baj. Ezt engedd el. Biztos, hogy nem. Nem ezt nem tudtad volna. Úgyhogy ne emézd magad. A hollácokat elővegyük, Balázs. Hát, érdemes a téli gumit átnézetni, ránézetni, mert hogy hamarosan ónus eső és köccitálás jön. Vonszoljátok ki a garázsból az útszorosos zsákokat. Igen. M0-as, az M6-os lágazónál beállt ért felé, úgyhogy vigyázom mindenki. Ismét Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Üljetek át, mindenki üljön át egy másik autóba gyorsan. Jön a hideg, így van. M1-es, M7-es bevezető 25 perc araszolás. Aztán áll az M0-as, az M6-ostól a 7-es út felé, útfelújítás miatt, igen, ezt az előbb is mondtuk, Emil, köszönjük szépen. Az M7-esen fotóznak a 42-es kilométernél, valamint óriási a dugó az M1-es, M7-es bevezetőjénél az Egér úton is. Szép napot nekünk, köszönjük szépen. Autósok, figyelem, Borsod 26-os főúton trafi a BEM-nél, Spuri Józsi üzente ezt nekünk, és az M6-os 84-es kilométerénél készülnek mérni, valamint a Rákóczi híd lehajtója előtt a középső sávban az M1 M7-es részénél van egy kis baleset. Ez pedig Tamás küldte nekünk. Minek örülsz? Ja, semmi. Az új orsövényednek? Nem. Erről a közelgő hidegről eszembe jutott egy vicc. Ez a milyen lovad van deres és nyáron. Jézus. Ja, úristen. Helyben vagyunk? Na.
Atya úristen, inkább mondj egy mondatot a Trónok harcáról. Tényleg annyira jó, mint amelyre mondják, hogy minden idők legnagyobb befejezése. Volt egy rész, amire elolvastam, hogy brutál durva, és olyan befejezés, és úgy az ötödik rész, és van egy rész, ami minden idők legnagyobb. Sér logikátlan. Befejezéseit, és ez az én véleményem. Ez az én véleményem, persze vannak, akik jobban értenek hozzám, van, akik jobban szeretik, jobban ismerik, stb. Én az utolsó részt most kifejezetten sok tekintetben értelmetlen sokkolónak, de sok tekintetben értelmetlennek tartom, mert hogy olyan bonyodalmakat gerjesztenek benne különböző események, amik abszolút elkerülhetők lettek volna, hogyha nem az lenne a fejlővés a sorozat készítőinek, vagy éppen G.R.R. Martinnak, hogy időnként le kell gyilkolni a szereplőgárdának a felét. Tehát, hogy nem kell. Kinyírták nem a kedvencét. Szükséges. Na, ennyi van mögött. Nem, már az én kedvencemet már az első. Már régen? Már az első évadban kinyírták. De jó az ötödik évad, ez sok szex, nagy mellek, nagy csaták, sárkányok van. Elmegy kategória inkább. Elmegy? Igen. A sorozat korábbi epizódjai, az meg évad, az képest szerintem nem egy akkora, nem egy akkora. Ne bántsatok érte, léci, hagyd, legyen véleményem. Kicsi kedvencem, a pici, apró, kis gonosz. Itt vagyok, mi van? Hogy a van? Kis kedvencem. Kicsi, apró kedvencem. Kicsi, apró, kis gonosz. Köszönöm szépen, jól van. Jól van? Jól van, csak ő érdekel. A legnagyobb arc az egész sorozatban. Na, egy internetes portál összeszedte a 20 legidegesítőbb mondatot, amit egy terhes nőnek szinte 100%-osan fel fognak tenni. És már mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy nyilván mindenkinek van egy-egy olyan mondat az ő életében, amit utál hallani, amit általában megkérdeznek tőle, és gyűlöli, és már felkészül arra bizonyos kérdésre, hogy ezt úgyse fogom megúszni, ha beteg vagyok, azt, hogy beteg vagy, ha fáradt vagy, akkor bizony nem aludtál, mert hogy mindenkinek vannak utált kérdései, amiket nem akar már századszorra meghallgatni. Nagyon ugye ezzel egyetértünk. Nagyon gyorsan pipáljuk ki az elsőt, a legindokolatlanabbat, a legfrusztrálóbbat, a legértelmetlenebbet, nem félsz? Hogy igen. Ezt miért kell mindig egy terhes nőnek feltenni, de tényleg, tehát hogy főleg, hogyha ugye az első gyerek előtt áll még, hát, hogy és tűnye, hogy mire számítson. Örül, hogy boldog, hogy megfogant, és igazán nem félsz, rohadjál meg. Ha nem, most kell? Már igen, most már igen, hogy ezt ötötszörre megkérdezik, most már igen. Ugye minden életszakaszban van egy olyan kérdés, amit az ember gyűlöl. Mindenkinek a munkájában szerintem, vagy a munkájával együtt jár egy olyan kérdés, amit 150 egyszerre tesznek fel neki, gyűlöli, és mindig a legnagyobb alázattal próbálja megválaszolni. Vagy mint élethelyzet tényleg a terhesség, amikor is nagyjából tényleg 20-25 kérdésre redukálódik az, amit az ember ilyenkor megkap rokonoktól, családtagoktól, barátoktól, és már a könyöködő jön ki, de mindig megválaszolod, és próbálsz normális lenni. Ugye minden élethelyzetben? Benne van a ki az apja? Hát az informatikus vagy, van barátnőd? Az a rossz fej humorizálás, ez a ki az apja, ez szörnyen enge, de felteszik nőknek egyébként, igen. Tudod-e, hogy ki az apja? Na, nézzük ezeket a kérdéseket, aztán a hallgatóinktól várjuk majd, hogy az ő munkájukhoz kapcsolódva milyen kérdéseket kapnak, vagy egy-egy bizonyos élethelyzetben, ha van az ember, akkor milyen kérdéseket szokott kapni, amit utál, gyűlöl, de mindig megválaszolja. Hogy az első, az internetes portál szerint, ami az egyik legidegesítőbb, a tervezett gyerek vagy becsúszott? Ezt kérdezik. Ez tipikus, egyébként jó a kérdés, nem? Ez a terveztétek vagy becsúszott? Hát, igen. Nem mintha közöd lenne hozzá, egyébként. Igen, ez lenne az első kérdés a között. Igen, de mivel vagy beljebb, ha tudod? Ez egy rossz indulatú kérdés. Ha tudod? Ez az aljaskodásról szól. Ez az. Egy kis kicsit oda szúrsz, nem? Becsúszott. Terhes vagy, vagy tervezett volt, vagy becsúszott. Lúzerek. Igen. Aztán a lány lesz, fiú lesz, ezt hozták a második helyre, nem baj, majd a második, harmadik lány vagy fiú. Ez egy ismerős dolog. Ugye, hogy van két fiad nálunk, nem baj, majd jön a harmadik, és az biztos lány lesz. Három naponta megkap. A legrosszabb, amikor lány, és akkor azt mondják, hogy nem baj, jó, az is gyerek. A lány is gyerek. Persze. Hülye vagy? Miért ne lenne gyerek? A lány is gyerek? Nálunk ez volt, ugye Panyesz jött először, a lány gyerek, és akkor mondtuk, hogy jó, kislány, milyen szuper, hála Isten, szuper, de ha fiú lenne, az is szuper. Nem baj. Az is gyerek, a lány is gyerek, majd jön a fiú is. Fiú? Lány? Tudod, most, és akkor mi van? Nem viszi tovább a bótot? Igen, vagy a nevedet? Vagy kihal a család? Vagy mi van?
És akkor még jön az apukára is, lesajnáló meg. Na, ezt sem tudod fiút csinálni. ja, igen. Hát, tényleg, ez is megvan. Ez nekünk megvolt. Ha nem csinálsz fiút, akkor nem vagy igazi férfi. Tehát az igazi férfi az elsőre fiút csinál. Ha lányod lesz, akkor nem vagy igazi. Nem vagy igazi férfi. Aztán a képzeld XY-nál mi történt a terhesség alatt című mondat, ami igazából nem kérdés, ugye? De a másik rémizgetése, hogy a terhesség és a szülés és rémtörténetek, amiket nyilván valaki terhesen nem akar hallani. Azonnal elkezdik mondani. Benfentes vagy. Olyankor te benfentes vagy, te tudod, hogy mi minden várhat szegény anyukára. Vagy hallottad valakitől azt, hogy hallotta valakiről, hogy... Igen. A szexeltek pocakosan is szintén egy fontos kérdés, amit az ember sokszor megkap a terhes, hogy majd én nem tudom, csak hogy állítólag a nőktől ezt megkérdezik, hogy szexeltek-e terhesen? Igen, és alig várod, hogy azt a választ kap, hogy nem. Mert akkor igazolva van, hogy ti sem. Igen. Aztán ne félj... Amúgy igen. Hadd fogja meg a hasad, szintén ugye nagyon jó, nem kérdés, de ez a hadd fogja meg a hasad. Ezzel megmondom nektek őszintén, én itt a másik oldalon állok, én imádom. Tehát ha olyanba vagyok valakivel... De várj, ez a feleségedről szól, Feri. Ja, tehát akkor nem az, hogy hozzáadod a meleg időként kolbászat, hogy az a híres, ez az a has, ez az a... Nem, én, akikkel olyan baráti házas hát a barátinál rendben van. Én egyébként szerintem nagyon. Egyébként tudom, hogy gagyi. Az. Mit fogda? Nem a te gyereked, nem a te hasad, nem közül, de miért fogdosod? Mert az már a mi hasunk, én kicsit úgy én ez úgy szeretem. Ez a nagyon megfogom, és akkor elkezdek ott affektálni a hasnak, és akkor oda dugom a fülem, és ott áll a nő, és én kényszerületén néz rán, úristen, azt te annyira privizelben fetesen. Ez nagyon prost. Miért lenne prost? Most nyilván, ha a barátod... De miért bújj? Tehát miért bújsz bele egy vadidegen nő hasába? Azt, hogy te szereted... Én értem, de hogy... Tehát miért kezded el taperolni, hozzá beszélni, nem a te hasad, nem a te gyereked? Egy plusz élet fejlődik. De hagyjál már ezzel a plusz élet fejlődik. És akkor már te... És hallja a hangodat. Szerintem ez szörnyű. Tehát amikor vikinek így próbálták csinálni, én nem még féltek, én nem értettem. Hogy bújjak, hogy igen, megfogod egy kis ügyet. Ember, meg se született, hát ott van még bent. Hát ennyi. Állj azért. Föl. Érted, az egy dolog, hogy megkérdezed, hogy van elég tejet hagyném. Hát már inkább. Látod, ki mire megy rá? Mit van tétje a dolognak? Ez a hülye lehajolva gügyögök egy mesztelen női hasba bele, és akkor biztos hall, és elénekelem neki valamit. De mesztelen, mondjuk volt póló rajta. És akkor szépen már mondod ott a kis üzeneteidet az új életnek, érted? Megnyugtató hangon. De mi akkor felhúzod a pólót, és akkor a köldökébe? Persze, ez a szócső. Semmi gond nem lesz, Sebestyén lettél. Mindenre megvagy. Vagy. Sinem fut majd az életed bele a felkelő napba. Aztán állítólag a nőtől megkérdezésétől minden nő rosszul van, az aranyered kijött már? Van egy ilyen barátságos kérdés mi is. Mi a válasz rá? Gyere, nézd meg. Nem tudom, de akarod, gyere, csengolj. Igen, de már visszagyömeszöltem. Hát most erre mit mondasz? Nem, átokod, hát a nőtől megkérdezés, a nőket ezzel a világból ki lehet üldözni. Az aranyered kijött már. Nyugodj meg, senki nem maradt még bent, ugye ez is egy nagy klasszikus. A repülő nem maradt fönn, gyerek nem maradt bent. Igen, jön majd, amikor jönnie kell, nyugodj meg, egy gyerek sem maradt még bent. Ugye, hát a szőr felállt a hátamon ettől a mondattal, amikor ezt a Vikinek mindig elmondták. De jön majd, amikor jönnie kell, az a jó, mert ez a nesze semmit fog meg, jól tudod. Ez a majd, amikor jönnie kell, majd, amikor ő úgy gondolja, hogy. Tehát, hogy jó, hát ez pont annyi, vagy érted? Ez alapvetése, hagyján, tényleg akkor de jön, nem? Olyan, mint hogy nem is mondott volna semmit. Én az aranyelet kijött, már szeretem. Tudom, ezt így bekérdezi, szerintem ehhez kell azért egy és fajta. Úgy szereted leginkább, hogy közben a feleségednek a hasán van a füle, nem? Igen. Aha, igen, mintha rugott volna. Aranyered kijött már? Nem, nyugodj meg, egy sem maradt még benne. Neked mi volt, Anna? Volt valami? Ó, persze, nekem ugye kapásból az, hogy nem kapkodtátok el, ugye? Hogy nem kapkodtátok nem, el? Nem kapkodtuk el, ugye? Nem kapkodtuk el. De ez mire, ezt nem értem. Most voltam 36 voltam. 36 voltam, és nem kapkodtátok el, ugye? Mert hát mi már előtte a Péterrel... Ja, hogy ironizáltak egy kicsit, hogy hát, ugye... már unalmas volt azért a vége fele, tehát nem gondolom, hogy egy 36 éves nő az egy öreg, hogy mondjam, a gyerekvállaláshoz. A másik ilyen kérdés az az, amikor 7. vagy 8. hónapban voltam már, igen, a vége felé, mozog már! Nem mozog. Tényleg? Nem. A mozog már a 8. hónapban? Igen, mozog.
És akkor erre minden nap mozog már, igen, igen, mozog. Hát de most mit kérdezzem? Semmit, jó vagytok-e, érted? Aha. Azt például, jól vagytok, köszönöm, jól. Mozog már, nem kapkodtátok el, ugye? Ez a nem kapkodtátok el, ez aljas. Tehát ebben van egy kis, ebben van egy kis aljasság. Hát akkor egyébként azt kell mondani, hogy felülön jöhetett volna korábban is, de a Péter ilyen piszmolgós típus. Ja, igen, igen. Nem kapkodott, meggondolta alaposan. Igen. És a hasméretre vonatkozó megkérdezi, hogy hanyadik hónapban vagy öt, és még csak ekkor. Ez, igen, vagy ez is. És már a lesajnálás? A lesajnálás. Igen. Igen, a lesajnálás. Az aggodalomnak álcázott beszólás, amikor milyen pici a hasad? Igen, nekem nem volt túl nagy hasa, minden hónapban menet rendszerint híztam egy kilót, tehát 9 kilóval zártam a terhességet, és ugyanez, amit a Feri mond, nekem tényleg, én utolsó 8. hónapig dolgoztam a rádióban, tanulom rá az összes kollégám akkor, és nem volt nagy hasam, tényleg, úgy tényleg ez, amit a Feri mond. És már ennyire a vége felé, és ekkora hasad? Nem kicsit, nem. Én amitől megőrültem, és amit nagyon sokan mondtak, ugye nem kérdés, de ez a most aludt ki magad. Tehát ez először jó, aztán utána nagyon szórakoztató, az ötödszörre már a hidegráz tőle, és századszorra már egy halk ilyen Omani Padme Humot mondok, ez csak ugye a jó éves anyádat tudod. Tehát így egy európai változatban mormolsz egy ilyen kis mantrát, igen, hogy most aludt ki magad. Most aludt ki magad. Én tudom, hogy nyilván az ember kevesebbet alszik, tapasztaltuk is az első 4-5 évben. Most is már csak 3 év és sokat fogok tudni aludni, tehát de hogy azért ez a most aludt ki magad, megőrülsz. De ez a típus, aki egyébként ilyen jó tanácsokat lát el, ez gyakorlatilag egy olyan típus, akinek tök mindegy, hogy mit mondasz. Ha azt mondod, hogy most még tudtok aludni, akkor még. Már. Igen, de tényleg. Tehát ha meglátod, és akkor őszinte válaszolná neki. Igen, még, igen, már, igen, csak. Viszlát. Mi Máté Kriszta, viszlát. Igen, nagyjából így zárnád a beszélgetést. Na, nézzük meg akkor, nem csak nyilván azokat érinti ez a dolog, akik jelen pillanatban terhesek és gyereket várnak, hanem ahogy mondtam már téma felvezetésképpen, ugye minden foglalkozásnál, minden élethelyzetben van egy adott mondat, vagy egy adott kérdés, amit az ember megkap. Ha olyan a foglalkozásod, akkor azért kapod meg, mert vannak nagy közhelyek a foglalkozásoddal kapcsolatban. Vagy ha egy bizonyos élethelyzetben vagy, válni készülsz, gyermeket válasz, most mész egyébként férhez, most nősültél meg, nem tudom, legénybúcsúd lesz, esküvőd lesz, akkor is vannak bizonyos idegesítő mondatok, kérdések, amiket az ember vagy megkap, vagy hall. Mint jó tanács, vagy mint álságos kérdés. Igen. Ugye? Mindenkinek van ilyen. Meg vannak még ugye jó fejeskedők, akik mindenképpen valami kis, hogy hívják, sztereotíp viccet ki akarnak erőltetni magukból, tudod, amikor meglát, mivel foglalkozol? Rendőr vagyok. És nem is akartál tovább tanulni. Szerinted mondják rendőr? Megkapja rendőr? Még mindig megkapja, igen? Hogy nem akartál tovább tanulni? Szegények. Atya Isten, igen. Mennyit hisztál már? Köszönöm kérdésed, jól vagyunk. Című történeteket várjuk, jó? Kit milyen kérdés idegesít, és kinek milyen élethelyzetében milyen kérdéseket szoktak feltenni. SMS számunk változatlan 0-70-645-00-00, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy mindenkinek van egy olyan kérdés legalább az életében, amitől a hideg rázza. Ugye, ha van egy bizonyos foglalkozásod, vagy egy bizonyos élethelyzetben vagy, vagy akár csak mondjuk tényleg vegetáriánus vagy, akkor biztos, hogy megkapsz egy olyan kérdést, amit már 55 ezerszer hallottál, megölnéd legszívesebben azt, aki megkérdezte tényleg, tehát ott abban a pillanatban, de nem teheted, és hát vérmérsékletedhez hülyen megpróbálod a kérdést normálisan, kevésbé normálisan megválaszolni. Vegásoknak mi van? Szerintem nagyon sok minden. Éhes vagy mindig? Ja, vagy... Hiányzik a hús. Nagyon sok, persze. Hát szerintem a vegások is kapnak rengeteg olyan kérdést, amitől már a hideg rázza őket. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk ezeket a kérdéseket, hogy titeket mivel lehet az őrületbe kergetni. Ha az ember terhes, ha motoros futár, ha vegetáriánus, ha cukrász, vagy ha egyszerű, nem tudom, tényleg kukásként dolgozik, akkor is van egy kérdés. Na, kinek teszik fel ezt a kérdést? Na. És mindig kétszer csengetsz? Kaptad sokszor? Sokszor kaptad? Igen, a postáskért annyi szövene 100 000 forintom, komolyan. Milyen foglalkoz a postára? És mindig kétszer. Fú, de rossz. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink. Motoros futár vagyok, és a megrendelők rendszerint megkérdezik rémülten a száraz meleg irodában, ha beállítok rongyázó, hogy esik.
Hát nem, bémek, beleestem a Dunába. Igen, így, ha... nem mindig zuhanyzok Rúnába. Nem volt időm bekapcsolni a hajszárítót, igen. Terhes voltam, 6.-7. hónapban jártam, mindenki azt kérdezte, mikor jön a következő. Erre mondtam, hogy még meg se szültem. Több mint 10 évig dolgoztam Mekiben, ha ismerősen találkoztam, és elmondtam, mivel foglalkozom, az első kérdés általában ez volt, tényleg porból van a krumpli? Ha minden kérdés után kaptam volna 100 forintot, ma jól élnék. Köszönjük szépen. 50 kilós nőlétemre motorozom, a kedvenc kérdésem, hogy nem félek-e, és hogy bírom el ezt a nagy motort? Ja, és melegben, melegben menet felszerelésben napi 5-ször tuti megkérdezik, hogy nincs melegem? Ugye? Tipikus egyébként. Régi klasszikus. Igen, ezt ismerik, ez nagyon klasszikus. Azt mondja, hogy sziasztok, állami gondozott vagyok, én is, meg a nejem is, 5 lány gyermekünk van. Kérdések, hogy bírjátok? Szülő nélkül mi lesz velük? Nagymama, nem... nagypapa, hogy lesz nekik? Jó, Béla, Béla írta ezt, igen. Hogy ők ezektől a kérdésektől borulnak ki. Kegyetlen. Egyébként szülő nem. Nélkül, miért most elhagy, tehát el fogod hagyni az 5 lány gyereket, vagy mi? Igen. Pont ma vagyok 1 hónapja férnél, az esküvő előtt már 1-2 hónappal napi szinten kaptam meg a környezetemben lévektől, és izgulsz már? Már csak ennyi meg ennyi van hátra. Ne izgulj, minden rendben lesz. És most már nyilván azt kapja, hogy na is milyen a házas élet? Igen, megvan már minden. Ettől is a hidegrázom. Eleinte jól esett, még élveztem, hogy érdeklődnek, de az esküvő hetében már ezektől a kérdésektől voltam kikészülve, nem a közelgő esküvőtől. Angi küldte nekünk. Minden héten legalább egyszer valaki észrevesz, hogy balkézzel írok, ekkor mindenki megkérdezi, te balkezes vagy? Nagyon jó. Nagyon ezt jó. Ismerem, én csak balkezes tartam magam. Nem, csak most dezinformálok. De ez tényleg így van, megfogod a tollat, aláírsz, beírsz valamit, megérkezel valóban, ki kell tölteni, balkézzel nyúlsz a tollat. Balkezes vagy? Nem, csak imádok mindenkit összezavarni. Nem, jobb kézzel írok, csak most gyakorlok. Most fel akarom hozni a balt is kicsit. Én ismerem a kérdést, megkapom én is nagyon sokszor. Tényleg, te balkezes vagy? Balkezes vagy, nem csak a szemből nézem. Kérdés, mivel foglalkozol? Cukráz vagyok. Ó, nem látszik. Ez kövérnek kéne lenni, vagy mi? Ó, nem látszik. Mi nem vagyok 120 kiló, az baj. Tényleg, ez a mivel foglalkozol? Hentes vagyok. De! Ezzel a súlya. Cukráz vagy, az tök jó, mert amit elrontasz, azt megeheted? Ez is egy tipikus kérdés. Igen. Ja, egyél te éget pogácsát. Aztán de orvosnak készülő kedvencem, bírod a vért? Ugye, ha ez is nagyon jó kérdés. Ugye tudod, ha elvégzed, akkor még semmi nem vagy. Imádom, Janka, írta. Jaj, tényleg. Az ügyvéd is ugyanezt gondolom. Diplomád, akkor még sehol se tartasz. Igen. Amikor motoroztam és megálltam valahol, jött egy bámészkodó, garantáltan a következő 3 kérdést tette fel. Az alábbi sorrendben. Hány lóerős? Mennyivel megy? Mennyibe került? Tipikus, laikus kérdés. Mennyivel megy, és a hány lóerős? Nagyon jó. Egy idő után bárki ödött köszönés után már mondtam, 170, 280, nagyon sokban. Nagyon jó. És ez még hozzájöhet az, amikor ülsz a motoron, és akkor mondja valaki, és megkérdezi, tied? Igen. Hát nem, most lopom. A padok sajnos foglaltak voltak, és akkor gondoltam, ha már eljárok motoros ruhába, sisakba, akkor ráülök. Igen, sziasztok, infarktusom napján hívtam a főnökömet, közöljön vele, mi a helyzet. Okos kérdése, ennyi volt csak. Akkor most nem jössz dolgozni? Csöves küldte nekünk. Az esküvő előtt, na a ti eszetek is elment. Nektek se legyen jobb. Adókedvezményre hajtotok? Ezt Anita írta nekünk. Kilépj a munkahelyemről, ismerős a minden áldott alkalommal megkérdezni, dolgozni voltál? Mi más csinálhatnék ott, puszi Marcsi? Tipikus kérdés, egyébként dolgozni voltál, igen. Kedvenc kérdés, terhesség alatt végig, a 9. hónapban is, és várjátok már? Nehogy, gyönyörű. És várjátok már? Anyukádék is? Párod szülei is? Ők is, bármilyen hihetetlen. Nagyon jó kérdések vannak egyébként. Lefogytál, első kérdés? Beteg vagy? Egyébként abban van valami, mert azért egy nagyon köver embert, ha hirtelen meglátod lefogyva, beesik az arca és öregedik 10 évet, az szerintem vannak nagy átváltozások, mikor valaki az lefogy. Ez egy picit dermesztő. Itt kollégánkon is azért látom, hogy néha lefogynak, ledobnak egy 20-as, nem találkozol velük, meglátod, és az egy Jézus Isten, baj van? Tudod, hirtelen nem tudom, lefogy 15 kilót, az olyan egy pillanatra, mint a beteg lenne. Jó, de ki szokta ezt általában kérdezni? Valóan, beteg vagy? Jó, hát az is tipikus, igen. Kézbesítő vagyok. Egy nap kb. 80-szor hallom. Van valami? Mi van a levélben? Nemleges válasz esetén visszakérdez az ügyfél. Levél se jött?
Igen. Mintha az nem tartozna bele a valami kategóriába. És ha jött levél, akkor megkérdezi, és mi van benne? Szakadó esetben bemegyek, megkérdezik, nagyon esik. Néha fájvesztőlök picit. Mivel nagyok a melleim, tőlem állandóan azt kérdezik 3 perc ismertség után, hogy igaz-e? Amikor megmondom, hogy igen, akkor jön a folytatás, hogy a hátam és a derekam hogy bírja. És megfoghatom-e? Tudod, mérhetetlenül prostó. Már az igazi is szerintem. Tehát átlép egy bizonyos határ, de amikor a hátad... Fura, nem? És a gerincet hogy bírja? Erős picit, igen. Természetesen főleg nők érdeklődnek. Mondjuk nő a nőtől ezt bátrabban meri megkérdezni. Igen. Hazérkezéskor nagyon szeretem. Megjöttél? Nem. Nem. Még úton vagyok. Még úton vagyok, igen. Italnagykénél dolgozom, mint sofőr. Napi több tonna árut pakolunk le kézzel a boltokba, a kocsmákba, amit minden nap legalább egyszer megkérdeznek. Gyúrni már nem kell járni, mi? És a nagy kedvencem, este nem kell ringatni, hogy elaludj? Tőledik, aztán becsukat ennek a kondi termék. Mi? Jobb napokon 4-5 alkalommal is elmondják, illetve megkérdezik egy nap. Meginni jobb lenne, mint pakolni, mi? Jobb kormányos az autóm. Micsoda? Hát pakolod a szeszt le, és meginni, nálunk étteremben szokott lenni, ott van egy ilyen emberke, aki arra szokott jelenni, na, meginni jobb lenne, mint pakolni, mi? Megy tovább, érted, hogy nézik, szegény munkások. Jobb kormányos az autóm, illedelmesen és türelmesen válaszolok a nem furcsa kérdésekre. Aztán van egy kérdésem, ami egész életemben kísért, a keresztnevem Linda. Minden bemutatkozástkor megkapom. Tudsz karatézni? Mennyire unhatod? Nagyon. Mennyire unhatja szegény? Mennyire unhatja? Tudsz karatézni? Nagyon. Ja, ráadásul tékvandó. Válasz szétköltözés utáni kérdések. Nem félsz, hogy egyedül leszel a gyerekekkel? Ki fogsz jönni anyagilag? Valamint a kedvencem, ennyire rossz volt? Nem, csak gondoltam jó poén, hogy elváljuk külön is. Igen, Ingrid küldte nekünk, igen. Aztán mi leszel, a nagy leszel szakács? Az jó. Enni mindig fognak az emberek. Ennyi. Meg enni azt mindig tudod, lesz, mit neked. Hallod? Te sose leszel éhes, igen. És enni mindig fognak az emberek. Hát persze. Afrikai a férjem. Körülbelül minden második kérdés az embereknek. Tényleg nagy a péniszük? Az? Marian. Na Marian, és? Egyébként azért megírhatnád. Hát de most ugye, na jó, hagyjuk ezeket a buta kérdéseket. Oké, okay, ledásom kívül. Visszaívunk, meg van a számon. Mondd már el, mert állítólag ezek a sztereotípusok. Jó, te erre mit mondasz egyébként, nem? Tehát, hogy azt nem mondtad, hogy nem. Sajnos nem. Hát nyilván azt fogod mondani, hogy igen. De jó nektek. És? Igen. Fáj. Mondjuk tényleg, hogy tételezze az élethelyzetet, hogy jön Marian, nem ismered, bemutatja neked a férjét, és ezt azért így bekérdezed, ismeretlenül. Vagy a szomszédod, és akkor egy lippbe mentek, és akkor hányas csomja meg, 4-es, 3-es. Hát de várjál, ha bemutatja neked a férjét, akkor ott is van. Tehát akkor te kérdezed meg. Jó, akkor beszálltok a liftbe. És Marian megy a negyedikre, te a harmadikra. Nem egy személyeskedésnek kumpele, de... kedves Muto. Kedves húgatám, múgod. Na jó, hagyjuk, megkezdjük el. Nem lehet ezzel poénkodni, ezt is félreértik, aztán a holnap valami szörnyűséget írnak rólunk. De nem tényleg, tehát amikor nincs ott, ugye le. Akkor hogy kérdezed meg Marian? Hát, hogy szomszédnak kell lenni, barátnőnek kell lenni, vagy rákérdez erre Mariantól egyébként valaki? Hívjuk már föl Mariant. Tényleg. Pillanatát csak tegyük már adásba, Marian, már bepirosozom neked, jó? Hogy milyen életkörülmény az, amikor Mariantól megkérdezik? Barátnő? Vagy ismeretlenül találkozik, bemutatja valakinek. Szeretnék tőled a srácot, és ott azonnal bekérdez. Tőled, de nem rólad, hanem beléről. Igen, majdnem tegyük már egy pillanatra adásban. Vegetáriánus vagyok, amikor valaki épp megtudja. De akkor mit eszel? Hát erről te tojást eszel? Rézibizit és rántott sajtot, semmi más. És tejet? Ez vallás, vagy miért csinálod? Halat eszel? Az nem hús? Igen, ez vallás, minden nap áldozok a kukorica és a csicsoka istenén. Igen, amikor halat eszel, az nem hús. Ne, az kifejezetten az zöldség. Hallod? Az gyümölcs. Hallod? Csak úgy néz ki. Szeme van, de nem hús. Szeme van, pislog, de nem hús. Ha halat, akkor ehetsz, nem? Nem hús. Hello, Marja, jó reggelt. Itt vagy, Marjam? Igen, itt vagyok. Hello. Ugye, ismerősök, barátnők kérdezik, vagy vadidegenül is ezt valaki bekérdezi? Hát ez úgy szokott történni, hogy legtöbbször ugye a gyerekekkel megyek, akikkel nászik, hogy félvérek, és akkor tényleg honnan van az apukáik, mondom, hogy afrikai. Honnan van? És igen, és hű, tényleg is.
tényleg nagy a farkunk. Óvodában hozod el őket a mókus csoportba. Igen, meg megyek a boltba vásárolni. Óriás. És ezt így valaki megkérdezi, tényleg nagy a farka. És ott áll a 2-3 éves gyereked, vagy nem tudom hány évesek, tényleg? Igen, így halálkom, hogy meg szokták kérdezni, és erre már nekem van egy választom, hogy nem tudom, nekem csak az egy darab van otthon, és az pont jó. És mekkorák a gyerekek? Hát 6,5, 3 éves, most már majdnem 4 lesz, meg 11 hónapos a legkisebb. A 6,5 már lassan magától válaszol erre a kérdésre, nem? Igen. Fűzdeni, úgy, hogy nem is ismernek ezt, úgy látják, ránéznek a gyerekekre, megkérdezik a férjedet, vagy a férjedet kérdezik, a harmadik kérdés ez. Azért igen, körülbelül itt szokott lenni, hogy honnan van, jaj, tényleg, fekete, és akkor hű, ha mekkora. Atya úristen. Ez nagyon kemény. Ez nagyon gondoltam, kemény. Hogy visszakérdezek, hogy az ő férjének mekkora van, de nem érdekel. De az, abból látszik egyébként, hogy őszintén érdekli őket, hogy így, így levetközik magukra az összes ilyen köntörfalazás, meg tiszteletkör, meg mismásolás. Abszolút. Mert a tudományos érdeklődés győz. Hát igen. És általában nők vagy férfiak kérdezik inkább? Hát inkább a nők. Inkább a nők. Aha. Igen, inkább nők. A gyerekek milyen neműek? Két fiú, egy lány. Oh, és a fiú? Tiszta apjuk, mi? Az egyik a tiszta apjuk, a másik nem. Szegény. Milyen frusztrált lehet később. Jó, van, köszi, hogy elmondta, óriási. Puszilunk. Köszi, hogy megírtad. Ciao. Szia. Hello. Azért. Ez nagyon kemény. Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket. Nagyon jók jöttek, igen. Jó van. Játszunk, hogy ne csúszunk meg. Jó, hármas ugrás, már itt is van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Attila, hello, jó reggelt! Sziasztok, Balázs, Jani! Szia, hello! Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem... Hát két hete írta, honnan nem rá. Fogalom sincs. Attila, honnan hívtál minket? Hát most jelenleg Esztergomból, de amúgy Ebes Debrecen mellett. Ott laksz, de most Esztergomban vagy. Igen, mert keresztelőn voltunk most hétvégén, és majd 10 óra felindulunk hazafele. Egy jó kicsi keresztelő. Na jó, itt szól az... Kit kereszteltetek? A barátnőmnek a tesójának a fiát, Botondot. Aha, na jó van, jó. Jó van. Na figyelj, Attila, itt szól az első kérdés. Melyik országgal közösen rendezte Magyarország az idei női kosárlabda Európa bajnokságot? Várjátok, kérdezem a többieket. Melyik országgal közösen rendezte? Hogy volt? Magyarország nem az lehet, idei női... Kihangosíts, és akkor kosárlabda Európa bajnokság. Egyszerűbb a dolog. A Európa bajnokság, kosárlabda Európa bajnokság. Kosárlabda Európa bajnokság. Még országok közösen rendezte Magyarország. Most zajlik. Keresünk nagyba. Na jó, nem. Szemben mondja egyből, akkor valaki rámegy az internetre, ott vagytok sokan, hát ezt azért lehet tudni. Románia. Aha, pont ezt akartam mondani. Gondolom. Ez a benne volt, esélytelen volt, igen. De éreztem, hogy igen. Ott már úgy jön Románia, igen. Egyébként, mint a veszedelem. Igen. Ez egy rövid játék volt, Attila? Hát ez az volt, igen. Hányan játszottatok? Kik voltak a többiek? Hát hárman voltunk, négyen. Csendes kék. Barátnőm, neki a tesója, az egyik gyerek. Boti meg most kelt még fel. Ő még nem tudott beleszólni. Neki van a Libia. Igen. Igen. Jól van, hát köszi a játékot, örültem, hogy találkoztunk. Mi köszönjük, sziasztok. Sziasztok. Köszi, Attila, ciao, hello. Na, hát, ez rövid volt. Ez rövid kell. Ja, ilyenkor ezt szokott jönni. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csak előjöttek az emlékek. Mi? De jönnek vissza, annyi gomb, világító, lehet, piros, zöld, fél, annyi minden van itt, fél, nagyon, nagyon kemény, de jönnek az emlékek, igen. Na, nem sokára elhangzik egy kérdés, családi jegy csomagot lehet nyerni a hétvégi Ferrari Racing Days futamra. Hoppácska! A Hungaroringre, és pénteken lesz majd egy fődíjunk, aki Ferrari VIP vendégeként vehet részt az eseményen. Úgyhogy nem sokára elhangzik egy kérdés, mi pedig jövünk vissza, és egy nagyon helyes dologgal folytatjuk, mert hogy megvan Magyarország első női Boeing kapitánya, gyerekek. Végre. Vártuk már? Nagyon. Én nagyon. Nagyon, alig bízunk aludni. Igen. De helyes a dolog, mert hogy végre egy nő is odaért, vezethet Boeinget, és a 737-es utasszállítót már haza is hozta egyébként Budapestre. Ráadásul a tervezett időnél 20 perccel hamarabb, vagyis nyomta neki. Nyomta neki, és 20 perccel hamarabb landolt. Átszélen múlik, vagy mi? Átszélen meg egy kicsit. Aha, bizonyítani akart is oda. Tehát Gyöngyösi Diánának hívjuk, úgyhogy hívják, nem mi hívjuk, hanem úgy hívják, mások is, és mi is.
Úgyhogy felhívjuk a hírek után, és kicsit beszélgetünk vele, mert ritka, hogy női pilótát lásson az ember, ráadásul magyar női pilóta és az első. És miért ő az egyetlen, a többi csaj leégett a szimulátor? Igen. Kuplungot kellett cserélni a szimulátorba. Úgyhogy felhívjuk és kicsit faggatjuk majd. Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy új Kálai Sanders dal után. Már annál is újabb, mint amit eddig játszottunk, ez most megint egy nagyon új. Még legújabb, mint az előző, vagyis a legújabb, így van. Ez nem nálunk szólt véletlenül először? De ez itt szólt először. Most szólt itt nálunk először. És ugye? Uh-huh. Nagyon beindult a Kálai Sanders Band. Csak úgy ontják magukból a dalokat. Hát 2 vagy 3 hete örültünk egy másik Kálai Sanders dalnak, hogy milyen. Igen. Jó, milyen rockos. Jó, rockerkedős, ez is. Ez is, teljesen rendben van. Igen, jó dalokat csinál. Ügyes a bandi. Igen. Na, azt mondja, hogy... Nézzük a közlekedési híreket? Szerintem nézzük, és talán olvassuk is. Gratula a MÁV-nak. A Váci vonal megint totál káosz. Busman küldte nekünk. Baleset a nulláson, tartályos kamion a belső sávban, a 16. kerületi kihajtónál. Mindenki vigyázzon. M3-as Nyíregyháza felé trafink van a 263-as kilométernél. Encsi, drága vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Aztán hallgatom a híreket, és azon gondolkodom, egy lezárt pályaudvaron hogy tudom keresni a vonatom. Átmászok a kerítése, mint egy illegális bevándorló, kérdezi egy hallgatónk. M3-as autópálya Miskolci felhajtó után Budapest irányában van egy trafi. Ezt Norbi küldte nekünk, és szintén egy trafi az M3-asról a 151-es kilométernél Budapest felé. Mérnek, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. Betty küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagykátán is van egy trafi, méghozzá Cegléd felől érkezőket mérik. Nem, nincs infótok a Margit híd aljáról? Budai hídfő, hogy ott mikor van. Adják át? Ott van? Ott. Jó, izgultam. Határozottan, teljesen. Nagyon-nagyon izgultam. Ma reggel úgy jöttem be, hogy a fene vigyel, megvan-e még a Margit híd. Ott a múlt héten, simán. Ne leengednek már az alsó rakpartra? Sokat járok arra, és megőrülök. Ott ugye le van zárva a Margit híd alatt, nem tudsz a budai oldalon lemenni az alsó rakpartra, nem, ja, tovább kell menned a főutcán végig, és valahol a Lánchíd környékén tudsz lekeveredni, és brutál dugó. Sansztalan, hogy ott bármere is elmenjél. Hogy ez meddig tart? Hogy ott mit csinálnak? Hát amikor megcsináltak a Margit hidat, akkor az úgy volt, hogy ott már úgy nagyjából mindent megcsinálnak. De hát most rakpartot csinálnak, most nem? Most valamit ott a rakparton bókolnak, igen. Villamos csinálnak. Ajajaj. De miért ott csinálják a villamosokat? Miért nem? Igen? Fonódó villamos. Fonódó? Ráadásul fonódó ez a villamos. És az azért nehéz, mert ott a síneket mire érte. Nem egyszerű. Csak az rákapcsolódik a Batthyányira, eljön a Batthyig, és akkor... A régi 17-es vonalán megy. Uh-huh. Aha. És a hévhez fonódik akkor? Nem. Aha. De a hülye villamos. Vagy Feri. Nincs hév. Hallod, de olyan hát ott van, ott van. Ahogy kérdezted. Hát azért te mondtad mindig, hogy a Batthyányig jöttél a hévvel régen. A Batthyányi Margit hídot ja. Megáll a hév. Na. Ne. Hát de akkor nem fonódik vele? Te hülye vagy, Zsűr. Akkor mivel fonódik? Ja, csak a villamos fonódik villamossal. Aha. Na, de miért a fonódás? Mert az vérfertőzés a hévvel fonódó villamos. Miért zárják ki ebből a híveket? Érted? Miért csak villamos fonódhat villamossal? De most ezt honnan tudják? 21. században élünk, srácok. Érted? Miért csak villamos villamossal? Érted? Miért nem fonódhat villamos hévvel? Annyi minden történik a világban, érted? Egyelőre ezt ebben az országban nem enged. Azt is csak Amsterdamban lehet. Megmondta a főpolgármester, hogy nem szereti ezeket a dolgokat. Úgyhogy itt nem fonódik minden. Itt nem fonódik villamos villamosa. Villamos csak hével fonódik. Nem szeretjük. Hogy ez csak a privát véleménye volt, nem mint főpolgármester. Igen. Na mindegy. Na mindegy, ez van. Jó, de akkor villamos csak villamossal. Villamos csak villamossal. Na, egy kérdés, ugye, mert hogy van egy játékunk, ahogy ígértük, méghozzá 7 mindennapján egy szerencsés hallgató nyer egy családi jegycsomagot. A családi jegycsomag azt jelenti, hogy 4 jegyet, nem kell kifejezetten egy családnak lenni, 4 barát összeállhat, és kimehet hétvégén a Ferrari Racing Days-re, ami ugye a Hungaroringen lesz majd, és hihetetlen autók, hihetetlen őrület, hihetetlen gyorsulás. Az. Az. Hihetetlen futamok. De nagyon. Őrület. De tényleg tudom, ez őrület. Na ez most ez őrület. Az. Ez most az. Az előző óra témájához, és milyen autók mennek egy ilyen versenyen? Azok. Abból van sok. Jó sok Ferrari. Úgyhogy. Jöjjön a kérdés.
A kérdés pedig a következő. Nagyon figyeljetek. Megírtad? Jó. És kifogok rajtad, vagy hogy mondják ezt? Igen? Értettem elsőre is, igen, de nem. Hányadik állomása a magyar futam a Ferrari Challenge Trofeo márka kupa sorozatnak? Ezt írjátok meg nekünk, kedves hallgatóink, a 0676450000-as SMS számra azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be. Adásunk hallgatásában még egyszer elmondom a kérdést, ami ide kapcsolódik. Hányadik állomása a magyar futam a Ferrari Challenge Trofeo márka kupa sorozatnak? Ezt írjátok meg nekünk a 0676450000-as SMS számunkra, de nyilván vannak olyanok is. Nem hülyék, csak között, akik például nem most kapcsolódtak. Vagyis én a kérdés. Ez ugyanolyan, mint a túrautóvilágban, csak hogy mennek országról országra, itt Ferrarikat vonultatnak, van 20 állomás, és ezek közül az egyik a magyar. Középtájon vagyunk, ennyit segítek még a 20 állomásból. Jó, de nem teljesen. Nem mondd meg a jó válasz. Nem azért van, de csak így körülbelül. Na jó, hát ez a kérdés akkor. És pénteken valaki a Ferrari VIP vendégeként vehet részt ezen az eseményen. Hoppá! Bemehet a boxba. Ott szerintem már egy kicsit megautóztatnak, megitatnak, megetetnek. Nagy emberekkel találkozol. Ha jó fej vagy, akkor egy hózatyóba beleöntheted a pisztáciát az asztalról. Klassz FM-es pólóba, vagy klassz FM-es szatyorba. Ha nem, akkor is csak ne lássák. Igen. Csomagoltathatsz magadnak pogácsát és némi hidegélelmet a büféjéből. Így van, ne Hamiltonos pólóba menjetek, az nagyon fontos. Nem biztos, hogy örülni fognak neki, igen. Na, de az majd pénteken lesz, jó? Küldjetek a jó válaszokat. Na, és ahogy mondtuk, mi egy nagyon aranyos dolog folytatjuk, mert hogy megvan az első női kapitány. Hoppá! Ha! De milyen kapitány? Nagy kapitány. Boeing. Bő? Boeing. Most direkt Boeing, hogy ne ével mondjam. Ha többen szóltak, hogy te, Balázs, a te a sem teja. És nem Boeing. Nem, Feri, nem, azért nem. Tehát azért. Nem, tudom, hogy nem repültél sokat arra a túl kígyors felé, de nem Boeing. Cessnával mentünk mi. Cessnával. Cessna. Azzal permeteztetek mi? Hol, mit vizet? Egy ankettesen ültél maximum, ott permeteztél. Mondták, hogy ülj egy balasznak 8 évesen a szányra. Kiültél a szányra. Erika, sokat kell körbe menni, gyere. Na, és az első női kapitány. Tehát nem első tiszt, nem második tiszt, nem stewardess, kapitány. Tehát a csúcsgóré. Ugye, mert ha jól tudom, egyébként pilótánk már volt. Női pilótánk. Ugye? Így van, Cigány Ildikónak hívják a hölgyet, ő volt az első pilóta nő, vagy női pilóta, itt ugye megoszlanak a vélemények, és ő is... A kettő nem ugyanaz? Nem, aki kérdez, nem. Cigány György? Ő az édesapja egyébként. Aki az válaszol? Tudni, Marika Horváth! És az ő lánya volt az első. Így van, ő is eljutott Boeingre, de ő ott csak tiszt volt. Így csak van. Tiszt, hát ezt nagyon idézőjelesen mondom, tehát ő nem lett kapitány. Igen, ezért mondhatjuk, hogy az első női magyar kapitány. Így van. Vagy kapitány nő. De biztos, vagy kapitány nő. Nagyon ne csináljuk. Ahova eljutott, az nem lehet, hogy Beijing, és nem Bő. És ez egy félre. Ez csak egy téves kódolásnak köszönhetően rosszul fordítottak egy cikket, és Beijing eljutott, és nem is Boeing, és nem is kapitány. Na, felhívjuk, és megkérdezzük. Azért ez egy nagy dolog. Nagy nem? Dolog. Nagyon. Hogy általában megkérdezzük egyébként, hogy miért nagy dolog, mert hogy mert tipikus, hát férfi, tipikus férfi szakma, így van. De a hosszú, ugye ezek a nagy repülő már hosszút repül, tehát nem egy, mit tudom én, Bécs-Budapestet repülsz, oda kell figyelni. Szóval mindenki azt gondolja, nem, hogy ez férfi a szakma. Hát, mert vannak tipikus férfi szakmák, és ez olyan, azért ritkán látsz női kapitányokat, vagy ritkán látsz női első tisztet. Én azt stewardesseken kívül, bent a kokpitben, egy helyen pilótáknak. Én nem utaztam sokszor, de mindig be volt zárva az ajtó, én férfi kapitány sem láttam. De általában, amikor kiszállsz a gépből, és ott áll a kapitány, vagy beszáll, vagy vonulnak, akkor azt látod, hogy azért a kapitány, az első tiszt, a fedélzeti mérnök, vagy nem tudom ki a harmadik, akit nézi a meteorológiai jelentéseket, nem tudom, általában férfi, és akkor utána vonulnak az tyúvik, nagyon lelkesen, gyönyörű kis egyenruhában, magas sarkon. Azok nők, de ritka az, hogy női kapitánya legyen egy repülőnek. Az nem lehet, hogy ez csak azért van, mert mi kizárólag a stewardesseket nézzük. Hogy nem figyeljük a pilótákat? Egyszerűen nem figyeljük. Pedig be is mondja mindig a fő stewardess, amikor mondja, hogy Kovács Géza kapitány nevében köszöntjük de nem, az utasokat. Igen, ott nincs kérdés. Most gondolj vissza arra két útra, amikor te repültél. Igen. Tehát, hogy ugye a kapitány sokszor beköszön, már utazó magasságon, hogy 10 000 méteren vagy, elmond
tökéletesen felesleges információkat, igen. Mi fölött repülünk át, semmit nem látsz, hány fok van, nem érzed, de legalább érzed, hogy megszólít. Nagyon ritkán szól bele női hang, tehát én azért repültem sokszor, és a legritkább esetben, sőt, soha nem hallottam, hogy nő mondta volna, hogy üdvözlöm önöket, ennek a járatnak én vagyok a kapitány, és az nő lett volna. Ez egy tipikus férfi szakma. Azért nem emlékszem semmire, mert ilyenkor mindig be van fogva a fülem is, meg a szemem is. És annyira végre tegem az utat, és aztán amikor érted, örülök igen. neki, hogy végre kihúzol. gyere már, igen. Na, mindjárt mindent megkérdezünk, mert itt van velünk Gyöngyösi Diana. Halló, jó reggel! Szia, Diana! Jó reggelt, sziasztok! Na, jól mondtuk, hogy azért ez általában egy olyan szakma, amit leginkább azért férfiak üznek, vagy kevésbé megszokott, hogy női kapitánya legyen egy Boeingnek. Igen, azt nagyon jól mondtátok, viszont már is javítanék, mert voltam a felvezetőt. Na. És Cigány Ildikó is kapitány volt, de ő nem Boeing Fokkerel, ami egy 67 személyes regionális, hát nem akarom degradálni, de kisebb utasszállítót. De finom volt, igen. Igen, ezt mondtuk el mi is, hogy ő kapitány volt, csak aztán a Boeingen, a nagy gépen ott meg első tiszt. Igen, az ön magyarom 189 személyes. 180, de mivel repülsz? Boeing micsoda? Boeing 737-800-as. Még ezt most úgy kérdeztem, Boeing, mint a... Micsoda? Boeing repülő. Ja? De nem, hát lehetne mit 737-es, 747-es, 777-es, hát azért tudom a Boeingeket. Tudom. Ez a 737-es, ez a kicsi, nem? Tehát ez a kisebb. Medium kategória. Ez mint a póló. Így van, pontosan így van. Tehát nem a kicsi, nem a regionális, nem is a nagy távolságra repülő repülők családjába tartozik, hanem ez a közepes. Mit szólnak az első tisztek, amikor meglátják, hogy egy női pilótával sorsolta össze őket a főnökük? Mi az első reakció? Meglepődnek? Nem lepődnek meg, ugyanis a budapesti bázison elég kevesen vagyunk, és olyan kollégákkal repülök, akiket már régóta ismerek, és nagyon jóban vagyunk, úgyhogy nem meglepetés. Ja, hogy már ismered őket. És mit szólnak az utasok, amikor te köszönsz be? Nem mondják a sztjuárdeszek, hogy volt egy kis megrettenés, mikor 10 000-en te mondtad az adatokat? Ez vegyes, hál' Istennek több a pozitív reakció, de van néha egy-két, hát hogy mondjam, fura utas is, akik szeretnének leszállni. Jézusom. Tényleg volt ilyen, aki azt mondta, hogy nem repül, hogyha nő vezet? Így van. Ne csinál tényleg? Tehát azt stewardessek hozták a hírt, hogy valaki, mit tudom én, a 26-os sorban le akar szállni, mert meghalott, hogy női pilóta van? Igen, és akkor mondták, hogy viszontlátásra, uram, ha szeretne, akkor nyugodtan maradhat. Atyaisten. Na, te ezt mindig is tudtad egyébként? Tehát ez neked egy ilyen gyerekkori álom volt, hogy na, én egyszer mint a kapitány leszek, vagy élvezted az életet, tanultál, és aztán jött egy lehetőség? Hát egyik sem. Nem gyerekkori álom volt, tehát távolról sem. Már elmúltam 20 éves, amikor még mindig nem tudtam, hogy mi leszek. Viszont vitorlázó repüléssel kezdtem 19 éves koromban, és ez a mai napig egy nagyon nagy szerelem az életemben, és sportrepülök mind a mai napig. Nehezebb egyébként, mint egy Boeinget vezetni? Igen. Tényleg? Nem is a vezetés, hanem az, hogy minden percben döntések sokaságát kell meghozni, mert ugye nincs benne motor, tehát mindig tudni kell, hogy a következő másodpercben, a következő 5 percben mit fogok csinálni. Sokan mondják ezt egyébként a polgári repülése is, hogy ott már robotpilóta van, könnyű nektek, nem? Csak felszállsz, leszállsz, már sokszor az automatika ezt megteszi, helyettetek találkozol? Nem, a felszállás meg a leszállás az kézzel történik. Tehát... De arra ott van neked az első tiszt. Nem, ez úgy van, hogy mindig megosztjuk a feladatokat, általában ugye egy oda-vissza utat repülünk, és akkor megállapodunk, hogy ki repül oda, ki repül vissza. Ugyanazt csináljátok, csak van, aki a döntéshozó székben van, úgymond, nem? Hát mondjuk úgy, hogy a felelősség az a bal ülésen van mindig. És igaz, hogy az első utadat 20 perccel korábban tetted meg? Vagy 20 perccel korábban érkeztél meg? Nyomtad neki rendesen? Igen. Nem kellett, mert ez egy nyitójárat volt Heraklionba, és hát ugye mivel az én cégem utazási irodákkal szerződik, ezért mi nyaralókat viszünk, és ez egy úgynevezett nyitójárat volt,
tehát oda vittünk utasokat, és ennek az utazási irodának még nem voltak utasai visszafelé, tehát nem maradt ott tavaly őszről senki, akit most hazahozzak. Isteni szerencsére, majd ha beüt a görög csőd, igen. Úgyhogy tehát odafelé vittünk utasokat, visszafelé pedig még nem volt kit hozni. Miért kell állandóan én baromi hideget csinálni a gépen? Ezt hát, ha nekem egy pilóta meg tudja válaszolni, hogy mi az oka annak, az ember felszáll egy járatra, és egy mínusz 80 fokra hűtik az utasteret, mindenki fázik, öltözik föl, hogy ennek van egy kézzelfogható magyarázata, vagy csak az csúnya, hogy egy kézláb kérdés, igen, nem? Igen, van. Mondd el nekem, miért kell ennyire hideget csinálni. Van magyarázata, elfelejtjük feltekerni a szabályokat. Tényleg? Igen. Én már gondoltam mindenre, hogy ne legyen büdös, hogy ne legyen annyi izzadó ember, hogy olcsóbb, és jobban spóroltok a kerozinnal, ha hidegebb van, és nem kell mínusz 50-en fűteni. De én felállítottam egy ilyen 6 sorból álló összeesküvés elméletet, hogy miért van hideg a járatokon. De soha senki nem tudta egyértelműen megmondani. De egyébként erre van egy nagyon egyszerű megoldás, szólni kell a légiutas kísérőnek, aki bejön hozzánk az információval, és akkor magasabb hőmérsékletre állítjuk a szabályzókat. De egyébként, tehát amit mi látunk a pilóta fülkében, hogy milyen a hőmérséklet a kabinban, az nem mindig helytálló. Tehát, hogyha ha már van 1-2 fok különbség, akkor lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ott mindenki jól érzi magát, és közben kiderül, hogy melegük van, vagy fáznak. Nálatok bent ugyanannyi van, mint kint nálunk? Vagy külön szabályozhatok? Nem, külön. Persze, mi ott fagyoskodunk. Fagyoskodunk, ti meg bent, izén. Hávályoztok, persze. Hát úgy azért könnyű. Ha valami történne a két emberrel bent, és egy sokszor látott jelenetet rekonstruálnánk, hogy valaki beül az utasok közül, földi segítséggel egyébként le tudná tenni, vagy effektíve lehetetlen? Nem lehetetlen, viszont hát úgy földi segítséggel, tehát ami a filmekben van, hogy az irányító megmondja, hogy mit kell csinálni, na az egy nem létező szenárió. Tehát, hogyha egy olyan ember ül oda, akinek van típusa, van tapasztalata, akkor igen, tehát igaz, hogy ehhez kellenek repülőtéri berendezések, tehát nem elég csak az, hogy valaki oda beül, de a repülőgép adott esetben magától is le tud szállni. Tehát ezt nagyon rossz időben, ködben alkalmazzuk ezt a módszert, és ennek nagyon szigorú szabályai vannak, de igen, lehetséges az, hogy a repülőgép magától leszáll. De ez nagyon, nagyon, nagyon ritkán használjuk. És felfújható robotpilóta van, mint az Airplane-ben? Ami áthajol. Természetesen. Minden van. Igen, és ott ül emelletted Kalim Abdul-Jabbar. Nem, ő Roger Murdock, másodpilóta. Mondd meg a pályán, próbálja meg ő Waltont fogni a pályán 45 percig. Igen, na jöjjenek akkor a fontos kérdések. Mennyivel megy, hány lóerős, és mennyibe kerül? Mik a leghülyebb kérdések, amit kapsz te emberektől, amikor meghallják, hogy... Ezek, pontosan ezek. Mert igen, mert tömegfüggő, hogy milyen magasra tud fölmenni, milyen messzire tud elmenni. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van mondjuk úgy a teljesítményének. Tehát ezek igazából nem releváns kérdések, úgyhogy kérdezzetek mást. És innen te még mész tovább? Tehát akarsz képesítéseket szerezni más Boeingekre és nagyobb gépekre? Nem, akár, nem? Nem. Ezt lehet úgy mondani, hogy ez egy életpálya. Vannak, akiknek fontos, hogy még nagyobb gépre kerüljenek, még nem tudom, hogy messzebbre menjenek, nekem nincsenek ilyen ambícióim. Én nagyon boldog vagyok a 737-essel, és hát remélem, hogy innen megyek majd. És tényleg, aki jön valaki pisilni, most beül a sztyúvi, ez nálatok is van, nem? Hogy be kell ülni a sztyúárdesznek, tehát nem maradhat így egyedül. Van. Aha. Így van. És tényleg, amikor Törökországban repültök, akkor odafele téli szalámjal, visszafele pedig hamis Rolexekkel van tele a kézifoggyás. Ezt még nem ellenőriztem, de majd legközelebb megteszem. Benneteket ugyanúgy átnéznek egyébként? Indulásnál igen. Érkezésnél igen, nem? Igen. Akkor nem, de hát akkor titeket sem. Na, mert Jani rendelne Törökországból 2 kaszucsi farmert magának, csak azért, hogy be tudnád hozni esetleg. Jó, rendben, persze. A Kukival mi van? Tudsz róla valamit? Vagy ismeritek egymást? Hogy repülő majd valamikor? A rádiós műsorvezető, mert ő is megszerezte elvileg. Igen, találkoztam is vele egyszer, kétszer, talán egyszer beszéltünk, de ennek már nagyon-nagyon sok éve.
Tehát komolytalanos. Igen, azóta abból az csak az arcoskodás. Csak az arcoskodás. Igen, azóta csak azokat a domákat tolja, amiket tőled hallottam. Igen. Igen, hát ez egy nagyon nagy dolog. Gratulálunk, örülünk és büszkék vagyunk rá. Hát nagyon klassz dolog. Köszönöm. Köszönöm egy szépen. Nő is ott van a férfiak által uralt mezőnyben, és mint Boeing pilóta, és mint Boeing kapitány ott vagy. Gratulálunk. Merre repülsz? Merre repülsz? Fapadossal repülsz? Vagy charterjáraton? Hol találkozol? Charterjáratokon repülünk. Magyarországon a cégemnek van egy bázisa, sőt egy magyar cég is van, sőt egy magyar repülőgép is van. Tehát magyar Lajstromban, és hát itthon vagyunk, Budapesten, magyar személyzet, tehát nem csak mindig ugye arra gondolnak az emberek, hogy volt a Malév, és aztán lett X meg Y cég, és igazából nem is tudják, hogy Magyarországon is van egy légitársaság, akik magyar géppel repülnek. És ugye azért nem látványos, mert mi nem menetrend szerint repülünk itthonról, hanem utazási irodáknak dolgozunk, és igazából az emberek csak akkor találkoznak velünk, amikor elmennek nyaralni. Ha azzal az adott irodában mennek. Aha, mi a következő út? Most szabadságon vagyok, úgyhogy még nem tudom. És akkor beosztanak? Utána igen, de odáig még nem látok el, úgyhogy... És repülővel mentél Szabira, és ilyenkor kiabálsz előre, hogy nem úgy, jobban húzd az orrát. Nem, mint említettem, én vitorlázó repülök is, és a férjemmel együtt minden szabadidőnket ennek a hobbinak szenteljük, úgyhogy mi télen járunk síelni. De jó, férjed is. Két személyes vagy ő húz fel? Ő kezeli a csörlőt. Nem, egyébként a férjem a Magyar Vitorlázó Repülőszövetség elnöke, és egyébként pedig civilben meteorológus kutató. Elnök úr! Egész család repül. Diana, köszönjük szépen, vigyázz magadra, örülünk neked, örülünk, hogy beszéltünk, köszönjük szépen, jó munkát, vigyázz rám, majd ha repülünk együtt, puszi. Hello. Köszönjük, ciao. Hello. Mindenki repül, férj. Mindenki. Nem? Érted. Igen. Jönnek a jó válaszok a kérdésünkre? Hogy ne jönnének? Rengeteg jött már arra a kérdésre, hogy hányadik állomás a magyar futam a Ferrari Challenge Trofeo márka kupa sorozatnak. Mert hogy ez volt a kérdésünk. 0676450000 az SMS számok. Mindjárt jövünk a jó megfejtőkkel, valamint mutatjuk a nap legjobb pillanatait egy pici szünet után. Fél tíz múlt, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk már élőben a szabadságunk után. De tervezünk még. Bizonyám, csak úgy mondjuk. Nem ez volt az egyetlen hét. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk a mai napon. 7 óra után egy kicsit komolyabb témával indítottuk a hetet, de az nem is baj. Egyáltalán nem baj. Nem baj. Mert hogy, hát beszéltünk arról ugye, hogy egyre többször hallja az ember Magyarországon is, és hát aki olvas híreket, ott néz híradót, az hallja, hogy ez most egy komoly európai probléma, ugye az illegális bevándorlók, a 175 kilométer hosszú magyar kerítésről is szó van, és próbáltunk utána járni, ami drága tanár urunknál, Nógrádi Györgynél, hogy mégis kik ők, honnan jönnek, milyen útvonalon jönnek, reális veszélyt jelentenek-e ránk, ha tovább mennek, hova mennek, mi a céljuk, és van-e egy egységes európai megoldás ebben az ügyben, mert hogy hallja az ember, hogy menekültek, hallja az ember, hogy migránsok, de nem igazán tudunk róluk szerintem sokat azon kívül, hogy éppen melyik határszakaszon akarnak átjönni, és mi lehet a megoldás. Jó vagy rossz megoldás, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Úgyhogy felhívtuk Nógrádi Györgyöt, és kicsit kértük, hogy segítsen nekünk ebben az ügyben, és mondjon el egy-két hasznos dolgot. Jó volt, mint mindig. Nagyon jókat mondott. Nagyon jókat mondott. És egy portál összeszedte a kérdés, a legidegesítőbb kérdéseket, de ők egy témakörben tették mindezt, megvizsgálták, hogy mi idegesíti a legjobban a nőket abban az élethelyzetben, amikor terhesek, milyen idegesítő kérdéseket kapnak. Egy internetes portál. Egy internetes portál, segítségével. És... jó, de joghurt oda tedd meg. És... hol tartottam be? Ilyen élőpróbás. És... finom megszakítottad a gondolatmenetemet. Gyerekek, ha-ho. Szóval, hogy... Igen. És azt beszéltük, vagy arról beszélgettünk, hogy
bizonyos élethelyzetekben, vagy amikor az ember tényleg terhes, vagy nagy a melle, vagy vegetáriánus, vagy futárként dolgozik, vagy cukrászként, milyen idegesítő kérdéseket kap? Mert hogy mindenkinek van ilyen. Műsorvezetőként a dolgozol, cukrászként a dolgozol, a postás vagy, mindig kapsz egy-egy idegesítő kérdést, amit nem tudsz hova tenni. Nem? Balázs tényleg olyan jó képű? Kérdezik tőlem gyakran. Mit mondhatnál erre? Hát, én dolgozni szeretek vele járni, nem akarunk. Bárhol vagy, fiúk? Tudom, ezt mondtad csak szegény. Nincsenek? Mondom, nem, nincsenek. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan 2 percen. Bátornak kellene egy ilyetbe kérdezni, nem? Óvodában jössz képen, és jön egy szülő. Na, és igen, ne, a barátnők azért, oké, persze, nyilván ezt most megbeszéljük, de azért így ismeretlenül ott látod a két gyerekkel, és ezt így finoman bekérdezed, azért az kemény. Ez az a bátornak. Bátornak kell lenni. Édesapjuk? Afrikai? Melós, mi? Senki egy gyerek így átudom. Agyra nyílt szemmel, és hallgatja ezt a beszélgetést, igen. Na, volt egy hallgatónk, aki ugye nyert egy meet and greet-et a Europa, és ígértük neki, hogy felhívjuk, hogy mondja el, hogy milyen volt a Europe zenekarral találkozni. Ez még ugye a Harley Fesztiválon volt, másfél héttel ezelőtt, csak aztán mi elmentünk szabadságra. Uh-huh. Ugye? Így van. És itt van Andi. Hello, Andi, jó reggel, ciao. Sziasztok, szia Balázs, Feri, Jani. Csak egy rövid kis helyzetjelentés, hogy milyen volt az egy slágeres Europe zenekarral találkozni. Hát nagyon fantasztikus élmény volt. Tehát látni őket ugye itt civilbe, tényleg mint a hétköznapi emberek, ugyanúgy ásványvíz, kis kávé, telefonnyomkodás, és utána meg fönt a színpadon teljesen átszellemülve, és mint hogy egy teljesen más emberek lettek volna. Magaszárú fehér pumacipőjük volt-e? Szűk gatyában. Nem, már nevedben nyomják? Nem. Már ők szerégiek. Na de akkor helyesek voltak, kedvesek voltak. Igen. Volt közös fotó, tudtatok csinálni? Igen, volt közös fotó, úgyhogy nagyon jó volt. Jó, van, mikor nyomták a legnagyobb slágerüket? Az elején, a közepén, vagy a végén, nem, vagy háromszor? Nem, az volt az utolsó szám. Az volt az utolsó. Aha. És a többit nagyon ismerted? Hát az új albumukról játszották a számokat, azokat még annyira nem. Tehát egy-kettő volt a régebbi, uh-huh, ami úgy ismertebb volt, és akkor inkább az új albumról. De jó buli volt akkor. Jó, nagyon. Tényleg jó, a színpad, a technika, a fénytechnika, minden, tehát fantasztikusan jó volt. És maradtatok még utána a fesztiválon, vagy jöttetek haza? Előtte voltunk. Előtte voltatok? Utána mentünk haza. És utána mentetek haza. Igen, aha, igen. Jó van, Andi, örülünk, hogy összejött a dolog, és hogy nyertél. Igen, sajnálom, hogy veletek viszont nem találkozhattam. Nem voltunk ott. Hát. Nem voltunk ott. Igen. Mi gondoltuk, hogy Anival egy MZ-kesszült, MZ-150-nel, vagy Java 250-nel beállítunk oda. Ledöngetünk. Ledöngetünk Anival 2-t. Balázs ráadásul kiköpött Joy Tempest. Hát az hatalmas száguldás lett volna. Ah, igen. Andi, köszi, hogy elmondtad, puszilunk. Örülünk, hogy nyertél. Ciao. Szép napot. Hello. Elmentünk volna egy ilyen kis Piaggio-val, én a bukótartóban. Te nem, az oldalkocsiban. Azért. Egy liki teszik százon, igen, ahogy mennek Eszpenbe. Dumb és dumberék. Na, hívjuk a nyertesünket akkor. Nagyon sok jó válasz jött. Ugye a hét minden napján jegyet lehet majd nyerni. Méghozzá nem is egyet, négyet, minden nap négyet. A Ferrari Racing Days futamára. És a fő nyeremény az pedig nem más, mint egy VIP státuszú. Azt a mindenit. Srácok. Nem mondjátok, hogy valamit mit akartam mondani. Jó. Mondjuk most, és akkor mi sem felejtjük el. Nem, majd én is mondom. Ó, jaj. Nem már. Hét. Igen? A másikat? Milyen könnyen megérzhető a telefonszám. Hét. Milyen egyszerű szám. Ne hívjátok. Jó. Aztán nem telefon betyárkodni. Nem ám hívogatni aztán. Másikat hívtál? Jó. Ez is tök jó kérdés. Tudja, hogy mi. Laci, nem lehet tudni. Valamit akartál mondani majd. Igen. Jó, ne felejtsük el. Hát tudni túl, Sziasztok, jó reggelt. Nem, meg vagy százal, sajnos egy hangom. Ildi, hello Ildi. Húha. Nagy a baj.
Én egy kis izlandi zuzmót innék rá. Vagy láncsás úti füvet, valamelyik biztos, az már. És sok fekvés. A fáját, ez már hurutos. Édi, nagyon rosszul hallom. Jó? Jó? Egy... Akkor menjek ki ide, vagy beljebb, vagy nem tudom. Most jó. Ha egy helyben nem maradsz, akkor most jó. Igen. Nem maradt egy helyben. Nyertél! Majd visszahívunk adás után. Jó? Puszilunk. Nagyon szuper. Köszönöm szépen. Jó, csak nagyon rossz a vonal, de nagyon, gyógyulj nagyon. Meg. Ez fúvos vagy pengetős hangszer, ami most játszol? Nagyon fúvos. Nem a hangoddal van egyébként, vagy maga a vonal minősége nagyon rossz nekünk, ami itt átjön. Elmondunk mindent adásunk kívül, a 11. futam egyébként. Jó választ írtál, és... Nagyon és írtad, hogy a férjed rajongó, a szülinapjára lepnéd meg, elmondom helyetted. Jó? Köszönöm szépen, igen. Gyógyulj meg, Ildi, puszilunk. Köszönöm, jönnek titeket, sziasztok. Ügyes voltál, ciao, hello. Beszélgettünk volna még Ildivel, de hát a vonal. Amire vannak problémák. Valamit akartam mondani. Akartam mondani, igen, hogy ugye ígértük a hallgatóknak két héttel ezelőtt, hogy küldjenek nekünk ugye dalokat és előadókat, hogy kiket mondassunk el versben. Aha. Ez még a szabadságunk előtt volt, és amikor ugye nem elfelejtettük a dolgot, hanem visszajöttünk Szabiról, és láttuk, hogy azóta ez már 4000 internetes portál, Fókusz, mindenki megcsinálta, 600 féleképpen feldolgozta. Sokkal rosszabbul, mint ahogy mi csináltuk volna, igen, de mivel ezt már ennyien megcsinálták, és szeretünk viszonylag új dolgokhoz hozzányúlni, ugye amikor ezt mi felvetettük és kértünk hallgatónk, akkor egy szem színésznő volt. Ezért beperelünk mindenkit. Ezért polgári peres eljárás indítunk mindenkit. Nem, nyilván nem, ezt már mi így nem csináljuk meg, úgyhogy drágák vagytok, köszönjük szépen, hogy áldoztatok ránk SMS-t. Tényleg nagyon sok ötlet jött, hogy melyik előadó, melyik dalát, melyik színész mondja el, de 600 helyen dolgozták ezt fel, és csinálták meg, úgyhogy mi dobtuk ezt a témát. Nem szoktunk ilyet csinálni, de így 26-nak már nem annyira jó lenni, úgyhogy ezt elengedtük, és nem csináljuk meg. Jó, csak azért, mert sokan mondhatják talán, hogy ígértük, és nem foglalkozunk vele, nem fogjuk megcsinálni. Jó? Jó. Az ügyvédi felszólító levelek pedig majd természetesen kimennek, és vállalják a következményt. Bizonyám. A szabink bezavart egy kicsit. Azt nem kalkuláltuk bele, hogy mindenki megcsinálja közben. So. Így van. Picit le tudod halkítani a rádiót? Köszönöm. Egy pillanat. Na. Sziasztok. Hello. Szia. Hello. Bari, jó helyen vagyunk? Igen. Hello. Írtál nekünk SMS, szellemes volt, amit írtál. Azt írtad, hogy múlt héten nagyon figyeltem a műsort, Jani késett 2x200 forint, Ferinek 600, Balázs, te meg dobd be 2000-et, mert ott már untam a számolást. Tehát még a best of-nál is dobnunk kellene. Ezt szeretted volna. Így van mindenképpen. Tényleg számoltad egyébként? Dehogy számoltam. Nem számoltad, azt hittem. Valahogy naphallgatójának kellett lenni. Aha. Balikám, hol hallgatsz minket? Hát Sárváron. Sárváron. Szép hely. Szeretjük. Bali, te vagy a naphallgatója, egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked. Jó? Köszönöm szépen. És ahogy látom a reklámblokkunkat, van még néhány ajándékot, hallgass meg a reklámot, és ott kiderül, hogy mit kapsz még. Jó? Jó. Nyaralsz éppen Sárváron, vagy ott dolgozol? De, hogy is dolgozok. Mit csinálsz? Édességnagykertben dolgozom. Édességnagykertben. Jó van, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm, sziasztok! Hello. Ciao! Hello. Tényleg, aki például a Görög-tengerparton dolgozik, az hol nyaralni? Sehova. Finnország? Hova menne? Dehogy is, nem megy sehova. Nem, sehova. Örül, mikor elmennek a turisták. Ma kiderül, mi lesz a görögökkel. Igen. Ma nagy tanácskozás van, ma megtudhatjuk. Azt a forint is meg fogja érezni. Most vannak pozitív jelek egyébként. Bár nagyon sok portál lehozta, hogyha kilépnének se lenne, mire játszol? Igen, attól függ, hogy long pozíciódban vagy shortolsz, hogy éppen mit csinálsz, de hogy állítólag most valami egészen konkrét kis ajánlatra ültek össze a nagyok, és lehet, hogy megoldódik ez a dolog. Csabing, nincsen? Hello, Gábor! Jó reggelt! Jó reggelt! Én úgy tudom, hogy Guinness rekord döntésre készül. Csabi? Aha. Mert? Hát mert, hogy két hétig szabadságon lesz. Megölöm mindenkit a családból. Ez nála egy megszokott dolog, erre már nem jön neki ráteszik a telefont a Guinness bíró. Egyébként hoztam egy vadonatúj dalat, nem tudom, mit szóltok hozzá, vagy hallottátok a Geszti Péter új dala, Busa Pistával, meg a Tóth Gabival. Hallottátok a már? Nagyon jó dal, de tényleg jó. Tempója is, hangulata is jó. Aha. Hallgassatok bele, ajánlom, javaslom. Tehát ez most nem az új, a leg... Na jó. Hát tudod. Ezt is egyébként most nem zenekari, vagy ez most egy ilyen... Tehát ez most nem zenekari, ezt akartam én is kérdezni. De nem ezt a csajos teljesen önálló, abszolút. Nekem egy picit visszatért a repülős korszak, vagy a repülők korszak.
ha már ugye reggel a repülőkről meg a női kapitánnyal beszélgettetek, eszembe is jutott, hogy ezt a dalt mindenképpen szeretném meg... Hát de szépen kötsz! Hát de tényleg, egyébként nagyon jó a dal. Hallgassátok meg, javaslom. És vidám popos, vagy megint ilyen közéleti dolgokkal foglalkozó? Vidám, de azért gondolkodni kell. Pozitív dal, nagyon jó hangulatú dal, tényleg. Gondolkodni kell. Tóth Gabi zseniális a ténekel benne, nagyon jó. Jó. Mondom, hát most... Jó, maradjatok itt, vagy... Ő is jó. Jó, benne. Tényleg jó, jó. Tetszik, hogy így összeállnak többen, és hallgassátok meg a dalt, imádni fogjátok jó, tényleg, jó? Jó, egy szegedi betyárt. Tudtam, hogy rá lehet számítani végre. De jó, biztos jó lesz, kíváncsiak vagyunk el. 3 perc a pontosan 10 óra, Gábor jön a kívánság műsorra, 555-55-00, jó? Ha dalt kértek tőle, akkor hívjátok nyugodtan ezt a számot, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.